Na hát köszöntünk mindenkit, aki eljött már a beszélgetésre. Tök jó, hogy ennyien vagytok. Szentkirályi Alexandra nem válaszolt még. Egy ilyen nagyon ósdi poénnal egy szentkirályi süveggel fogjuk most az ő jelenlétét sajnos csak tudni helyettesíteni. Vitézi Dávid nagyon hamar visszajelzett, és jelezte, hogy jönni is fog. Illetve Karácsony Gergely megígérte szombaton, hogy ír nekem, hogy nem fog jönni, és tegnap este írt is, hogy nem fog jönni. Úgyhogy végül is ez az ígéret, ez beváltásra került. Köszönöm a Dávidnak, hogy eljött, köszönöm a sajtómunkatársaknak, és leginkább nektek, hogy itt vagytok. Tök uncsi lenne csak a sajtóval beszélgetni, úgyhogy köszi szépen. Gyorsan lőttünk egy selfit, itt bemutattam, hogy már tudok mutogatni. Érett vagyok a polgármesterségre, bármikor tudok úgy csinálni, mintha valami fontosat mondanék, és közben mutatnék. A beszélgetés felépítése nyilván egy picit máshogy lesz, mint ahogy terveztük. Itt inkább a Dáviddal tudunk, de akár így egy picit közvetlenebbül is beszélgetni. Nem tudunk víziókat, Újpest ötleteket, Újpest vonatkozásokat megkérdezni, akár három személytől is, úgyhogy picit majd lehet, hogy kitekintünk Újpestről, egy picit tovább megyünk akár nagy politikai vonatkozásra, és hát akkor mit felejtettem el? Magyar Péter, külön köszöntöm köreinkben Magyar Pétert, Újpest harmadik egyéni választókörzet képviselőjelöltjét, és köszönöm szépen, Dávid. Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek, Újpest egyik legjobb helyén. Ez az egyik legjobb példa arra, ez a hely, ahol most vagyunk, hogy miért is van értelme annak, hogy a Dunát hozzáférhetőbbé tegyük a körúton túli Budapesten is. Úgyhogy mindig, amikor külföldi turisták jönnek Budapestre, és azt mondják, hogy hát valahova vigyem el őket, ami nem a Vár és a Lánchíd és a Belváros, akkor gyakran idehozom őket. Úgyhogy örülök, hogy itt találkozunk. Már egy 4-4 interjún túl vagyok, amit itt tartottunk, úgyhogy aktívan töltöm az újpesti délutánt, köszi a meghívást, és állok rendelkezésre. Ennyi. Köszi szépen. A mikrofon egy picit tarts közelebb, mert ez nem olyan menő mikrofon, mint amit mások használnak sajnos. De majd lesz olyan is választást kell nyerni, és akkor jön a pénz. Közlekedéssel kezdenék, ha már te jelentél meg, és én leginkább arra lennék kíváncsi, személyes szálon indítom, én a Paskára jártam hidroterápiát tartani sérült gyerekeknek mellékállásban, és nekem a Paskár strand, ami innen egy 15 perces kocsi út, az BKV-val 1 óra 20 perc volt, hogyha sétáltam 25 percet. Ugyanez a dolog igaz Rákospalota egyes pontjaira, hogy gyakorlatilag lehetetlen átjárni, és ez mind gazdasági, mind munka, mind pedig más személyes szempontból szerintem sokak életét megnehezíti. Erről egy szó nem volt az elmúlt 5 évben, amennyire én láttam. Most, amikor jön ez a, hogy nevezik ezt a pesti fonódó, mint ígéret, 5 év kormányzás után, most ez szóba került, de most sem lett ez kibontva. Én nem láttam, hogy erről, nem tudom, Horváth Csaba, Cserdini Német Angéla, vagy akár Déri Tibort per Trippon Norbert, mikor ki, akár egy posztot megeresztett volna. Mi erről a véleményed, hogy kell ezt elindítani, és szerinted is szükséges fejlesztés ez-e, vagy vannak más alternatívek? Próbálok közelebb beszélni. Most hallható? Hát ugye ebben a ciklusban valójában a közösségi közlekedési hálózat fejlesztésében egy dolog történt. Idén januárban volt egy komoly járatritkítási kísérlet, amit be is vezettek, és aztán néhány hét után kénytelenek voltak visszavonni. Az valójában egy nagyon pofátlan történet volt, mert azt mondták, ugye, hogy Karácsony Gergely többször is elmondta, hogy hát itt csak átcsoportosítják, racionalizálják a kapacitást. Most 53 járatot ritkítottak, és egy sem lett sűrűbb, úgyhogy ez azért nehéz bemutatni fejlesztésként. Ez sikerült elérni, hogy vonják vissza, miután kiderült, hogy a BKK vezérigazgatója azt mondta az utasokról. Alexandra! Lehet, hogy jön. Lehet, hogy érkezik. A szellemét megidéztük. Itt van. Szóval, ugye azt mondta a BKK vezetője, hogy hát a vágás érett pulykákat se szokták megkérdezni a hálaadás előtt arról, hogy mi lesz a sorsuk, ami hát egy ilyen kellemes amerikai hasonlat volt, de jól leírta azt is, hogy a részvételiség és a participáció az a szavakon túl mennyire fontos. Na, de nem csak azért mondom ezt, mert azért valójában a buszhálózathoz, amikor én BKK vezérigazgató voltam, elég nagy léptekkel nyúltunk hozzá. Én nagyon büszke vagyok számos elemére ennek, amit megcsináltunk. A hosszú 5-ös busz ennek a gyermeke, itt Újpesten mondjuk a 96-os, 296-os rendszer ennek az eredményeként jött létre.
A 204-es akkor találtuk ki, ami ugye átmegy a Megyeri hídon Békásmegyerre, és fejlesztettük tovább. Tehát számos dologban volt előrelépés, de még bőven lenne mit tenni. Az én programom azt tartalmazza, hogy a külső kerületek közötti gyors kapcsolatokat fejleszteni kéne első körben és gyorsan a buszhálózaton. Ez egy olyan dolog, amiről nagyon ritkán van szó, de most örülök, hogy rákérdeztél, mert kicsit akkor hosszabban, vagy egy két mondatban beszélek róla, hogy tele van olyan úthálózati elemekkel Budapest, amiket csak az autósok használnak, és ezt így elfogadtuk természetesnek. Tehát az, hogy az M0-áson pont a Megyeri hidat, meg a Deák hidat kivéve, a két Duna hidat kivéve nem jár busz, az, hogy a budai alsórakparton nem jár busz, az, hogy akár az M3-os bevezetőn nem igazán járnak helyi buszok, ez egy ilyen megszokás, de valójában, ahogy ha valaki autóval Budapest külső kerületei között közlekedik, akkor jellemzően ezeket a közúthálózati elemeket használja. Ugyanígy a közösségi közlekedésnek is lenne tere ezeket kihasználni. Most én nem kezdenék el buszhálózatot tervezni rögtön minden kerület között, de az biztos, hogy észak-déli irányba például egy Észak-Budát, akár Soroksárig, észak-déli vonalon ritka megállásokkal a budai alsó segítségével összekötő járatnak, egy az M0-áson a 17.-18. kerület világát Észak-Pesttel összekötő járatnak lenne értelme, ugyanúgy, hogy a 204-esnek is van, csak szerintem például a 204-eshez képest, amit itt Újpesten nyilván sokan ismernek, ha az nem áll meg tényleg a Megyeri csárdától kezdve mindenhol, tehát nem egy ilyen lassú helyi járattá változik, amint átér az egyik kerületből a másikba, hanem tényleg gyors járatként köt össze kerületközpontokat, metroállomásokat, akkor ebben szerintem nagy potenciál van ma. Budapesten azért a körúton belül, ha két pont között tervezünk egy utazást, jó eséllyel a tömegközlekedés nagyjából ugyanakkor a időben kínál megoldást, mint az autó. Míg hogyha a külső kerületek között, vagy a külső kerületekből, de végképp, hogyha azok között tervezünk ilyet, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy akár kétszer annyi idő a tömegközlekedés, még csúcsidőben is végképp azon kívül, mint autózni. Tehát ezeken a helyeken lehetne leginkább javítani a közösségi közlekedés versenyképességet, és ahogy a munkahelyek átalakultak, ahogy már nem az van, hogy mindenki a belvárosba jár dolgozni, egyre inkább van erre szerintem szükség. Ami pedig a villamosokat illeti, ugye pont ez a Újpest-Újbuda, tehát valójában a Bajcsy-Zsilinszky úti villamosról beszélünk. Ez egy nagyon régi terv. 2013-ban ez jött ki, amikor a BKK-ban csináltunk egy nagy vizsgálatot arra, hogy melyik villamos hálózati fejlesztés éri meg a legjobban. Ez jött ki az egyik legjobbra. Tarlós István ezzel nagyon mélyen nem értett egyet. Nekünk volt egy nagyon régre visszanyúló vitánk már a Bajcsy-Zsilinszky úti buszsáv miatt is, ami hogy mondjam, az Óbudáról a Városházára vezető úton volt, és emiatt gyakran okozott dugókat, és hogy mondjam, ebből véleménykülönbségek voltak. Szerencsére az a buszsáv megmaradt, de az, hogy még ott egy villamos legyen a Bajcsy-Zsilinszky úton, és még tovább csökkenjen a közúti kapacitás, ezzel Tarlós István nem értett egyet, úgyhogy amikor én a BKK éléről el kellett, hogy jöjjek, akkor a második ciklusában ezzel nem foglalkozott. Karácsony Gergelynek egy fontos ígérete volt, amivel én is nagyon egyetértettem, hogy lesz Bajcsy-Zsilinszky úti villamos, de aztán az első 4,5 évében semmi nem történt ez ügyben, pedig tervezésre azért lett volna pénz a fővárosnak, de még a tervezési közbeszerzést se írták ki, mind a mai napig. Háromszor jelentették be látványtervekkel, nem is látványtervekkel, ilyen grafikákkal, vagy nem is tudom mikkel, valójában semmi nem történt ez ügyben ebbe a ciklusba. Ugye én 5 új villamosvonalat vállaltam a programomban, hogy elkezdünk csinálni, de az nem úgy lesz, hogy akkor Facebookon csináljuk, hanem ténylegesen, ahogy a budai fonódot, vagy az egyes villamos új budai meghosszabbítását is megcsináltuk annó, az ténylegesen a műszaki munkával kezdve, és utána az építkezéssel folytatva valós villamos hálózat fejlesztés lesz. Ami még szerintem érinti Újpestet, és ilyen körgyűrűs szempontból fontos, az, hogy a programomnak is része, és ott a terveket is megcsináltuk, amikor a BFK vezetője voltam, a Szegedi úti villamos kiépítése, ami ugye innen nézve azt jelentené, hogy megnyílna annak a hálózati lehetősége, hogy a 14-es felől a Rákos rendezőt átívelve legyen egy új villamos kapcsolat, ami aztán beköt a 3-asba. Tehát magyarul a 3-as körgyűrű az Örsvezértere Zugló felől lehessen olyan villamos járatot indítani, ami akár megérkezve Angyalföldre jobbra fordul és eljön Újpest felé, vagy akár balra fordul, és a Dómusznál eléri az egyes villamost, és aztán a Göncárpád városközpontnál lényegében a 32-es buszt kiváltja. Ez azért a körgyűrűs kapcsolatokban Zugló és Angyalföld között egy jelentősen jobb kötött pályás kapcsolatot adna, de azt gondolom, hogy itt egyel kiebb is ennek lenne tere. Én egyébként, ez most nincs benne a programban, és nem gondolom, hogy az első 5 legfontosabb között van sajnos, de én egyébként egy Árpád úti villamos visszaállítását se tartom egy ördögtől való felvetésnek. De hogyha ameddig erre nincs pénz, nincs lehetőség, szerintem az, hogy ezt az Újpalota, Újpest, Rákospalota busztengelyt erősítsük, ebben bőven lenne mozgástér még fejlesztésre.
Köszönöm. Én arra lennék kíváncsi, hogy szerinted hol mennek ez az ügyek. Ugye mondtad, hogy legyen villamos, de ne a Facebookon. Ezt mindenképp tudom én is támogatni. Mi mennek el ezek az ügyek? Én amikor itt dolgoztam Déri Tibor polgármester úr mellett, akkor volt két kapcsolódó projektem. Az egyik az a szorosan, ez a forgalomcsillapítás, ugye ez alapvetően a mellékutcák le 30-asozása. Nem fekvő rendőrökkel, hanem más eszközökkel, ez volt az egyik. A másik a parkolási rendszer kialakítás. Ezt a Covid alatt nekem a nagyobbik fiam, ő elég sős autista, rengeteget ültünk buszon, mert ott ki tudtam csapni a laptopot, és ő kurva jól el volt 6-7 óráig. Okay. És akkor én ott dolgoztam ezen, és ugye 21-ben jövök el, eltett egy év, és nem történt semmi, eltett 2 év, 3, és most adtuk a 4-nél. Szerinted mik azok a hivatali folyamatok, amik most nem működnek, mert, és akkor még egy kitérőt hadd tegyek, most a Ricsivel idefele hallgattuk a program bemutatót, mert én átolvastam, megrántam, stb., de még nem hallgattam végig. Úgyhogy meghallgattuk, és most elmegy a vonat. Alexandra. Autentikus Alexandra. Helyen vagyunk. Alexandra. Elment a vonat. Szóval végighallgattuk a program bemutatódat, nagyjából én az egészet végig tudtam, elmentem azért a teherautóért, amit rohadtul nem tudok vezetni, és volt erre időm, és azért ez a kutyapárthoz képest itt nagyon egy ígéretközpontú, de ha nem is ígéretközpont, és mindig a programomban ezt is beleírtam, ezt nagyon sokszor elhangzik, nyilván ilyen egy program bemutató, ezt a társadalom nagy része így ismeri. Nagyon sok minden elhangzott, amikben én azt nem látom, hogy a hivatalba hogy tudsz belenyúlni úgy, hogy ezek megtörténjenek, mert én azt láttam Újpesten, hogy itt nem csak a politikai vezetésben, hanem a hivatalban sem történnek meg a szükséges folyamatok. Mi ennek a módja, és mitől tudod majd ezt jobban csinálni? Ez ügyben van talán a legtöbb konkrét kreditem a BKK-ból. Tehát a BKK valójában ugye két dolgot ért el. Az egyik, hogy a BKV-t sikerült egy 21. századi működésre sarkalni azáltal, hogy megrendelői szervezet lett, hogy elkezdett minőségi kontrollt megszabni. Mindjárt mondok erről egy konkrét történetet. Na de másik oldalról valójában azáltal, hogy a közlekedés irányítást mondjuk úgy, hogy kiszerveztük, és a hivatal helyett egy rengeteg fiatal szakemberből álló új csapat látta el ennek az összefogását, hirtelen átszakadtak a gátak, és minden meg tudott történni, mielőtt évtizedekig a Demszki érában nem. Most ezt visszacsinálták. Ugye gyakran lehet hallgatni Karácsony Gergelytől velem kapcsolatos ilyen kritikaként, hogy én nem lettem a BKK vezérigazgatója, amikor ő főpolgármester lett. Ugye ennek van egy egészen konkrét akadálya volt ennek, hogy kiírta a pályázatot, és abban direkt úgy voltak a feltételek meghatározva, hogy én annak ne feleljek meg. De azért volt erről több beszélgetésünk akkoriban, és ugye az volt akkor a városirányítási modell, és szerintem ez Újpestről azért ismerős lesz, hogy hát a BKK-nak a korábbi egységes központosított irányítási rendszerét azt nem lehet helyreállítani, mert a közlekedést föl kellett osztani az MSZP és a DK között. A BKV-t és a Budapest közutat azt a szocik kapják tüttőkatával, ez mind a mai napig így van. De miért te ki között osztanád fel? És ott ugye maradnia kell az eddigi tarlósérának a menedzsmentjeinek, ugye ez is elhangzott, ami mind a mai napig így van, tehát ma pontosan ugyanazok vezetik ezeket a cégeket, akik Tarlós István idején. Míg a BKK esetében ott az az elvárás, hogy azt a DK-nak kell megkapnia, ezért Draskovics Tibor lesz ennek a vezetője, és hát én mellette lehetnék valamilyen másodhegedű szerepben, ami egyébként nem is hiszem, hogy egyrészt jól állt volna nekem, másrészt, hogy volt ilyen ambícióm, de ugye még arra is úgy írta ki a DK aztán a pályázatot, hogy még véletlenül se feleljek meg rajta. Tehát ezt aztán most 5 év távlatából úgy előadni, mintha én egyszerűen nem lettem volna hajlandó Karácsony Gergellyel dolgozni, az a legfinomabb megfogalmazás szerint sem fedi a valóságot, de jól leírja viszont azt, hogy mitől nem működik a főváros. Tehát ahol a BKK és a BKV két különböző párt és két különböző főpolgármester helyettes alatt van, ott nyilvánvalóan és egymásnak ott tartanak be, ahol érnek, és akkor minden más metszetben ugyanez van, közút, hivatal, egyebek, ott egész egyszerűen lehetetlen valamit működtetni. A BKK-ról még annyit akartam mondani, csak hogy érthető legyen, hogy mire gondolok itt, hogy miért volt ez egy nagy dolog, és hogy miben tudtunk változtatni. A budapesti tömegközlekedésben, ahogy az államnál a miniszter látja el a megrendelését a Volán és a MÁV szolgáltatásainak, a fővárosban a főpolgármesteri hivatal látta ezt el Demszki Gábor idején, ami azt jelentette, hogy volt egy 3 fős osztály, alosztály egész pontosan a közlekedési ügyosztályon, ami a budapesti közösségi közlekedést menedzselte. Kiváló szakemberekkel egyébként nagyon jól ismertem és ismerem őket mind a mai napig.
De hát ők képtelenek voltak egy 10 000-es gólemet annak a pártpolitikai, gazdasági háttérvilágával bármilyen szinten kontrollálni, és lényegében nekik annyi volt a dolguk, hogy a BKV beküldi, hogy mit akar, ők kicserélik a fejlécet BKV-ról a főpolgármesteri hivatalra, átírják többes szám első személyről többes szám harmadikra a nyelvezetet, ezt ráírják, hogy előterjesztés, azt beküldik a közgyűlésnek. Ezt várták tőlük. Na most, ugye... Ez a budapesti tömegközlekedés úgy működik, hogy a jegyárbevételek kevesebb, mint felét adják a teljes büdzsének. Tehát magyarul a fővárosi adófizetők meg a kormányon keresztül az ország adófizetői adják a többségét a költségvetésnek. Tehát ezzel a nagy céggel szembe valójában a piaci logikák, hogy a vevő majd jön és azt mondja, hogy ha nem volt jó a kaja, amit kapott, akkor majd nem jön többet ebbe az étterembe, ezek nem működnek, mert a közvetlenül az utasoktól érkező bevétel az töredéke a teljes bevételnek. Éppen ezért. Európa szerte ez úgy működik, és mi ezt a gyakorlatot hoztuk be, hogy egyfajta megrendelő szervezetként, megrendelőként lép fel a város, még a saját cégével szembe is, ami csak annyit jelent, hogy nem kizárólag pofára zajlik a finanszírozás, hogyha szeretjük a vezérigazgatót, akkor kap pénzt, ha jó cégeket bíz maga, akkor kap pénzt, ha nem, akkor meg majd legfeljebb kirúgjuk. Tehát ne ez az ilyen politikai urambátyám logika működjön, hanem nagyon is minőségi elvárások, teljesítménymutatók alapján történjen a finanszírozás egy ekkora cégnek. Na most egy egész konkrét példát mondjak, amikor én átvettem a BKK, vagy nem átvettem, nem létezett, amikor létrehoztuk a BKK-t, és ezáltal átvettem a BKV fölötti irányítási feladatokat, akkoriban 5% volt a kimaradó járatok száma Budapesten. Tehát minden 100 járatból, aminek el kellett volna menetrend szerint indulni, 5 kimaradt műszaki hiba miatt a jó öreg Ikarusz flotta eredményeként. De azért önmagában az, hogy öregek a buszok, ezt nem indokolta. Tudtuk jól, hogy ennél jobban is működnek, meg eleve garázsok között is óriási különbség volt. És egyik éjszaka a kis igazolványommal, ami volt, elmentem az egyik olyan buszgarázsba, ahol a legrosszabb adatok voltak, ez Kelenföld volt akkor. Az éjszaka közepén bementem, be kellett engedjenek, nem szóltam előre, és kíváncsi voltam, hogy mégis mi történik itt, hogy tényleg ennyi busz lerobban. Bementem, és a szerelők a buszban aludtak az éjszaka közepén. Fölébresztettem őket, és mondták, hogy hát ők nem tudtak ezzel, ne haragudjak, nem tudnak mit csinálni, mert nincs alkatrész. Ők nem tudják megjavítani a buszokat, mert se ablaktörlő nincs, se kompresszorból nincs tartalék. Tehát, hogy elromlott, majd lesz valahogy. Az ablaktörlő volt, amit konkrétan mondtak, hogy hát ez a busz ablaktörlő hibás, azért jött be a garázsba reggel 9-kor tegnap, mert esett az eső. Most rápecsételik, hogy javítva, holnap kimegy, aztán nem esik az eső, akkor hibátlan lesz. Ha esik az eső, akkor pedig majd lerobban újra. Na most ugye a BKV ekkoriban is egy 100 milliárdos cég volt. Tehát önmagában az, hogy nehéz az anyagi helyzet, az nem magyarázza azt, hogy miért nincs ablaktörlő, mert ez azért nem így megy. És akkor elkezdtem utána menni, és kiderült az, hogy hát ugye a BKV-nál mint minden központosított beszerzés van, jött valami tanácsadó 100 milliókért még a hagyó érába, aki azt javasolta, ugye menő tanácsadók, menő slideshow-kkal, az volt a slideshow-ba, hogy be kell vezetni a just-in-time rendszert, mert hát az autógyárak is ezt így csinálják, ami hát ugye egy német autógyárat összevetni az Ikarusz üzemeltető BKV-val azért az minden csak nem jó ötlet, és ugye a just-in-time azt jelenti, hogy mindent akkor hoznak be a garázsba, amikor éppen már szükség van rá. Tehát tudjuk előre, hogy hány ablakterlő kell, és akkor aznap jön annyi ablaktörlő. Na most nyilván egyrészt nem is jött meg aznap annyi ablaktörlő, másrésztről ugye hát egy 30 éves vagy 25 éves busz nem lehet úgy karbantartani, hogy statisztikai alapon rendelek hozzá alkatrészt, mert bármi elromolhat bármikor. Emiatt aztán egy ilyen teljesen őrült rendszer zajlott, és a lényeg az, hogy központosítva mentek a beszerzések, ahol éppen az ablaktörlő beszerzés, ami már kapott egy CIC számot, egy SAP számot, mire aki menedzselte a konkrét beszerzést, az már nem is tudta, hogy ablaktörlőt vesz, csak egy kódot látott. Ott egy idő után a dolog elakadt, mert valami drágább ajánlat jött, újra kellett indítani, stb. Hosszú történet, én elmerültem benne eléggé, beszéltem mindenkivel, és aztán a végén eljutottam a BKV beszerzési főnökéig, aki azt mondta, hogy ne haragudj, Dávid, azt se tudom, mit szerzek be, ez valami SAP szám, kettő nekem megvan, hogy mennyi pénz van rá, ez 5 forinttal drágább, én nem veszem meg, 3, mi közöm van nekem ahhoz, hogy nem járnak a buszok. Hát én ülök az Akácva utcába, az a dolgom, hogy szabályos legyen a beszerzés, ez a feladatom. És akkor sokat gondolkodtunk, egyébként nagyon sok tanácsot kértünk a legjobb nyugat-európai városoktól, Transport for Londontól különösen sok segítséget kaptunk, és akkor vezettük azt be, hogy egy minőségi kötbérrendszert megrendelőként üzemeltet a BKK, ahol a járat kimaradásokért egy ponton nyilván van egy minimum megengedett szint, de azon túl levonás jár.
és kevesebb pénzt kap a cég. Most persze egy fővárosi cégnél önmagában egy kevesebbet kap, arra mondhatjátok, hogy jó, hát akkor veszteséges lesz, aztán mi van, de ezt átvezettük a menedzsmentnek a teljesítménybérezésébe is. Tehát a beszerzési főosztályvezetőnek a pénzébe, hogy mennyi fizetést visz haza a hónap végén, elkezdett számítani, hogy mennyi járat maradt ki. Most ez önmagában, aki egy multiban dolgozott, valaha nem egy őrült nagy innováció, de a BKV-ban mégiscsak az volt. A szakszervezetek naponta jelentettek fel, ugye Nemes Gábor máig is ebből a traumából írogatja a DK-s posztjait. És ugye hirtelen elkezdtek a dolgok működni, és ugyanaz a 20 éves Ikarusz flotta járatkimaradása lement 5%-ról 0,5 alá néhány év alatt. Csak azt vizsgálva a régi buszokat, mert jöttek újak, de most azt kivegyük ki a statisztikából. Tehát 10-szeresen jobb lett vagy tizedére csökkent a hibás teljesítés, csak azáltal, hogy a város nevében lett egy megrendelő szervezet, és a BKK azt mondta, hogy a közpénzt nem feltétel nélkül adja a BKV-nak, hanem bizony feltételekhez köti azt, hogy mégis milyen finanszírozás van. Jó napot kívánok! És ezáltal javult a teljesítménye a cégnek, ezáltal sikerült azt elérni, hogy a BKV hatékonyabban működjön. Köszönöm. Az úrat megkérdezem, hogy milyen szándékai vannak a délután hátralévő részével. Esetleg megkérhetjük, hogy a közönség közé üljön be? Ide még várjuk Szent Királyi Alexandrát, mert nem jelzett vissza. Hát ez az, hogy nem tudjuk, mikor jön. Megkérhetjük esetleg, hogy ott foglaljon helyet? Köszönöm szépen. Ez abszolút így van. Ez egy demonstráció egyébként. Igen, ez fontos, a jelenlévők tudják, hogy demonstrációként jelentettük be a dolgot. Jelen pillanatban tiszta közbeszédért demonstrálunk, illetve azért, hogy a főpolgármester jelöltek beszéljenek már másról. Most akkor Dávidot tényleg ilyen szempontból számítsuk le, mint a másik politikai oldalnak a szidalma. Uram, mi a célja azzal, hogy itt van most? Itt ül. Nem a célom. Nyugodtan. Én biciklis vagyok. Hát ezek a biciklintok. Nem tudom, ki csinálja, de hát hova mennek ez a biciklik? Ezek nem lehet használni ezeket a biciklik. Jó, beszélgessünk erről. Egyébként lesz majd a beszélgetés végén szabad kérdésekre lehetőség. Nem sok, szerintem 4-5, hogy ne húzadjunk el a végtelenbe, meg ezután dolgunk van. Azok is fogunk válaszolni, és mindjárt jönnek a bicikli utak. Egyébként két kérdés. Hadd kérjem már meg, hogy foglaljon helyet a között. Tessék? Én nem biciklizek. Én meg nagyon. Ennek személyes okai vannak, de jönnek mindjárt a biciklik. Én nekem a legnagyobb kedvencem a Karácsony érából, ami a körúton történt. Az igazi mínusz semmi. Beszéljünk erről, és kérem, hogy foglaljon ott helyet a közönségnél, jó? És lesz lehetőség. Egészség. Nekem csak egy Szentkirályi vízem van. Nekem még egy kort söröm, de... Köszönöm. Nagyon köszönöm a megértést, és várjuk a kérdéseket. Jó, hogy szerintem egy óra múlva jöhetnek. Köszönjük. Hol tartottunk? A BKK-nál. M3-as, bocsánat. Igen. Csak hogy befejezem a gondolatmenetet, és tényleg egy mondat lesz. Tehát szerintem ebből a történetből jól lehet érteni azt, hogyha valaki azt mondja, hogy a BKK és a BKV, az egyik legyen a szociké, a másik a DK-é, az méröli meg ezt az egész logikát és ezt az egész rendszert. Tehát ezen a példán keresztül tudom azt illusztrálni, hogy miért volt az az élményed Újpestről, és nagyon sokunknak az az élménye, hogy ez a dolog így ment. És még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, amit szerintem egy fontos tapasztalat, hogy elég közelről volt módom ezt megélni BFK vezérigazgatóként is, hogy a Karácsony Gergely miután megválasztották, első naptól miniszterelnök jelölti kampányüzemmódba kapcsolt. Ő elhitte, a saját környezete elhitette azt vele, hogy ha már képes volt legyőzni a Fideszt Budapesten, akkor a következő lépés le fogja győzni országosan is. Tehát minden olyan döntést, amit egy ciklus elején meg kéne hozni, átszervezések, bátor döntések, stb., azokat mind elhalasztották, mondván, hogy jön az országos kampány, mindjárt itt a parlamenti választás 2 év múlva. Tehát az, hogy most azt látjuk, hogy a ciklus végén nem tud semmit átadni. Még egy városháza park sem készült el, amit megígért 10-szer. A rakparton mind a mai napig nincs egy összefüggő sétány. Azért az nagyrészt annak köszönhető, hogy a ciklus első fele legalábbis, de talán még több az országos pártpolitizálással telt. Köszönöm. Az a baj, hogy most a Gergő nem tudja magát megvédeni, mert ugye nincs itt. Nekem meg ez nem tiszta, én kérdezni tudok most ez esetben, meg esetleg egy nagyon minimális véleményt csempészni a dolgokba. M3-as metró, hosszabbítás. Ez azért egy nagyon jó téma.
Azt szerettem volna kérdezni ezzel, hogy vannak olyan témák, amik annyi ideje húzódnak, hogy már azt se tudjuk, hogy hogy döntsük el. Tehát az M3-as metró hosszabbítása, az a 90-ben azért jöttek ide a szüleim, mert hogy lesz. Az ugye alsó hangon 30 év, 34 év. Amikor ezt a témát a helyi csapattal átbeszéljük, és próbálunk benne hozni egy döntést, hogy mi szerepeljen majd az írásban, hogy azon kívül, hogy ezt mindenképp megfuttatjuk a lakossággal, mert onnan nem jutunk tovább a vitában, hogy kit kell megkérdezni, hogyan kell megkérdezni, hogy a kápmegyerieket kérdezzük meg, vagy az északi kertvárosiakat, esetleg egész Újpestet kérdezzük meg, mert mindenkire hatással van, de majd a hajléktalanok azok Kápmegyerre mennek, számítson az ő szavazatuk 1,3-at. Tehát vannak ezek az ügyek, amik odáig húzottak, hogy már döntést se tudjuk, hogy hogyan hozzunk róluk. Részvételiségről, konzultációról, egyébről nem találtam a programot, de most el tudod mondani, hogyha van. Nem nagyon találtam meg, hogy mi az a rendszeres applikáció, vagy mi az a rendszeres fórum, ahol te kikérnéd a lakosságot. Én kettő dologra lennék kíváncsi. Van-e ilyened, amit te fent, nem tudom, egy Budapest applik. Én Újpesten ezt szeretném. Egyébként egy Újpest pont applikáció. Pont ez van benne a programon. És várj, még egy másodperc, egy másik része is lenne a kérdésnek, hogy az M3-ast hogyan döntenéd el, és akkor, hogyha jövő kedden összeülünk a jelöltekkel, akkor végre elhatározzuk magunkat, hogy akarunk-e metrót, vagy nem, és hogy hogyan akarjuk azt a metrót, vagy hogyan nem akarjuk. Egyrésztről a részvételiség kapcsán én nem ebben a lakógyűléses modellben hiszek igazán, amit most ugye Rogán Antal legjobb gyakorlatait átvéve a főváros éppen csinál, hanem azt gondolom, hogy ahogy te is mondod, pont ez van a programban. Hogy érdemes lenne létrehozni egy olyan Budapest. Nem is applikációnak hívnám ezt, hanem inkább egy ID-nak, ami minden fővárosi applikációban működik. A Budapest Go-tól kezdve a vízművek és a gyógyfürdőbe esetleg helyfoglalóként és így tovább. Egyébként Bécsben ez van, WinID-nak hívják, ugyanazzal a felhasználó nével és jelszóval az összes bécsi közszolgáltatást igénybe tudod venni, vannak még ilyen kuponok, átjárhatóság ezek között, stb. És ezen keresztül ki lehet kérni nyilván a budapestiek véleményét, de most nem is kell ez egyébként ekkora fejlesztés, a Budapest Go-ba a budapestiek egy nagyon széles körét el tudná érni a főváros ilyen módon. Csak nyilván, hogyha ezt átpolitizálják, az rosszabb végeredmény lesz, mintha nem. Tehát ezt csak akkor szabad csinálni, hogyha tényleg érdemi kérdések vannak föltéve, és nem túlzásba víve. A hármas metró kapcsán ott ki kell, hogy ábrándítsalak, szerintem ez nem az a kérdés, ami részvételiség útján eldönthető. Ilyen volumenű infrastruktúra fejlesztések kapcsán, ahol azért azt gondolom, hogy valójában mindenki azt mondja, hogy persze legyen és jó, és szükség van rá. Szerintem egy elenyésző kisebbség az, aki nem akar metrót. Ott valójában az a kérdés, hogy egy ilyen volumenű pénzt, mint ami ehhez kell, 100 milliárdos tételt, az hol költünk el, és én örülnék, ha a valós kérdés az lenne, hogy ebből akkor 4-es metró, 5-ös metró, hév, 3-as metró, vagy mondjuk 10-szer annyi villamos épül, mert körülbelül 1-10-es a szorzó egy új villamosvonal és a metró között. De a valós kérdés nem ez, hiszen a főváros egyedül nem tud kitermelni majd metróépítésnyi pénzt, hanem a valós kérdés az, hogy Mohácson épüljen egy újabb híd, amin egy év alatt nem fognak annyian átmenni, mint amennyi egy bármilyen budapesti új kötött pályán egy nap alatt használná, vagy épüljön a 3-as metró, vagy bármi más. És itt direkt nem stadiont, meg nem tudom mit mondtam, csak közlekedés sem belül. Tehát ma ugye alapvetően az országos közlekedéspolitika források 99%-át az autópályára és országos közúthálózat fejlesztésre költi. Ugye az autópálya koncesszióra évente több megy el, mint egy új metróvonalára, vagy egy új metró hosszabbítására. Tehát itt van valójában az igazi prioritás vita. Ezt részvételiségi alapon legfeljebb országosan lehetne eldönteni egy nemzeti konzultációval, mondjuk, hogy mire költjük az ország közlekedéspolitikai forrásait kötött pályára vagy közútra, de nem hiszem, hogy ilyen mostanában indulni fog a kormány részéről. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy lokális kérdés, amit lokálisan el lehet dönteni. Viszont abban, hogyha mégis van forrás, akkor a beruházásokat hogyan rangsoroljuk, abban van egy az Európai Unió által elfogadott és egyébként mind széles körben használt megoldás, ez a költséghaszon elemzés, ami ugye valójában nem azt nézi, hogy profitábilis egy vonal, hanem azt nézi meg, hogy a társadalmi hasznai mekkorák, tehát hogy a baleseti kockázat csökkenés, a balesetek miatt elveszett emberéletek, emberévek száma, a környezeti kibocsátás javulása és a káros anyag kibocsátás csökkenése, az idő, a dugóban eltöltött emberéletek, emberidők, emberórák, emberévek megtakarítása, és ez a sok-sok hatás számszerűsítve euróba vagy forintba mit jelent,
és ez milyen arányban van a beruházás költségével. És itt nem önmagában az a kérdés, hogy most az akkor 1,3 vagy 1,4, de ha ezt azonos módszertannal csináljuk, akkor el lehet azt dönteni, hogy melyik beruházás éri meg jobban. Tehát szerintem dönteni, most ezt nem csak erre az esetre, hanem a jövőre is mondom, azért inkább ezen az alapon lehet ilyen volumenű infrastruktúrális beruházások között. A 3-as metró hosszabbításának a tervei azok készen vannak, azt még a Tarlós második ciklusában, még a Wintermantel, mint újpesti polgármester lobbiának az eredményeként a főváros megterveztette. Ezek az építési engedélyek egyébként máig hatályosak, tehát ez egy olyan beruházás, amit, ha nem tudom, az európai választás után hirtelen arra jut az Európai Bizottság, hogy Magyarország mégis jogállam, és hirtelen iradják a pénzeket, és gyorsan el kell költeni, akkor egyébként egy olyan esélyes projekt, ami nagyon gyorsan fel tudna használni pénzeket. Tehát szerintem melegen kell ezt tartani, meglátjuk, hogy mikor mi jut oda. Egyel elvontabban azért én azt gondolom, hogy hogyha nincs végtelen pénz, vagy nem jön be valamilyen speciális lehetőség, ahol gyorsan kell pénzt költeni, és akkor épp ez ott van készen, akkor reálisabb, belátható időtávon belül az, és ugye mi ezzel számoltunk a budapesti agglomerációs vasúti stratégiába, hogy épüljön ki egy jó minőségű vasúti megálló Káposztásmegyeren, vasútállomás Káposztásmegyeren, amivel lényegében negyed óra alatt a nyugatiba be lehetne jutni az ott megálló személyvonatokkal, amik Vác Dunakeszi felől érkeznek, és azért ez már egy érezhető szolgáltatásbővülés lenne. Én nem vagyok a 3-as metró hosszabbítás ellen, de nyilván az egy óriási volumenű beruházás, és azt is látni kell, hogy nem önmagában áll. Ugyanis ezt az orosz metró felújítási történetet, ami szintén egy ilyen szép nagy koalíciós történet egyébként így a végére, hogy ugye nyilván a Fidesz és a kormány menedzselte azt, hogy az oroszokkal együttműködésben ezek megéljenek, de aztán ebben a ciklusban annak ellenére, hogy Karácsony Gergely azt ígérte, hogy majd itt mekkora elszámoltatás meg börtön lesz, ugye mindenki, aki ilyenek az aláírása rajta van ezen, mind a mai napig hivatalban van, a légkondi pedig sajnálatos módon elmaradt. De ugye ennek van egy erre a Káposztásmegyeri hosszabbításra kiható következménye is, hogy azért, hogy ezt a metrófelújítást olcsóbban tudják feltüntetni, tehát azt tudják mondani, hogy jobban megéri az oroszokkal felújítatni a régi vonatokat, mint újat venni, ez pusztán a járműveket összevetve nem jött ki a matek, és ezért a biztonsági, a biztosító berendezésnek a cseréje és nem cseréje is bekerült. Éppen ezért a régi elavult, vagy hát nem annyira elavult, azért régi 30 éves biztonsági berendezést, ami még egy ilyen programszőnyeg alapú viszonylag analóg rendszer. Annak a felújítása történt meg, és ezekkel az orosz vonatokkal való összecsatolása. Miért mondom ezt el? Ugye orosz vonatból nincsen több, mint amennyi ma jár, tehát a Káposztásmegyeri hosszabbításhoz valószínűleg már új vonatok is kellenének, és ez akkor triggerelné azt, hogy muszáj lecserélni a biztonsági berendezését az egész 3-as metrónak valószínűleg, mert új vonatokkal ezt a régi rendszert már nem lehetne megbízhatóan összeilleszteni. Tehát emiatt van az, hogy nem csak pusztán arra pár megállóról van szó, hanem egy jóval nagyobb beruházásról. Köszönöm. Most picit kritikusabb terepre tévednék, ugye nekem meg sok hasonszőrűnek, akiben egyébként nincs sok az országban, vagy ilyen szempontból, aki így nézi a politikát, nem tudom, Kutyapárt, Sétáló Budapest, a testtábodban is biztos rengeteg ilyen pici megvalósítható dolgokban hívő, alapvetően ebben hívő embernek, amikor bedobtad a Csepeli Vidámparkot, akkor azért néztünk egy nagyot, hogy ez most miért kellett a kampányhoz. Mi indokolja a Csepeli Vidámparknak ennek a részben értem az indoklását, részben én ezt egy picit ilyen Gyurcsány karácsony ígéretnek, ilyen lángos szobor szintű dolognak látom. Ez az egyik része a kérdésnek, hogy miért gondolod, hogy ez egy kampánytéma, vagy egy programpontnak ez fontos. A másik része pedig az, hogy van-e ilyen ígéreted Újpestnek? Tehát egyrészt ez nem Csepelnek volt egy ígéret, hanem Budapestnek. Már csak azért is, mert a csepeli helyszín, mint egy lehetőség van leírva és hangzott el. Éppen azért, mert az önmagában egy nehéz ügy. Ugye mi egy közösségi programalkotást csináltunk végig ebben a március óta tartó időszakban. Egy Mit vársz a következő főpolgármestertől című olyan felületünk volt, ahol bárki bármilyen észrevételt beírhatott. Több mint 5700 javaslat érkezett. Ezeknek a teljes terjedelme több mint 1000 oldal, nagyon-nagyon sok részletes javaslatot, programjavaslatot kaptunk, és az egyik legtöbbet előforduló kérés volt egyébként a családos fiatalok, családos anyukák, szülők, nagyszülők részéről, az a Vidámpark hiánya Budapesten. Tehát lehet, hogy ez sokan nem élik meg egy akkora hiánynak, az én személyes életemben sem élem ezt meg a top 10 hiánynak, de hát nyilván nem az ember a személyes életéhez alakítja a főpolgármesteri programot. Tehát az, hogy Budapesten az ilyen típusú szabadidős kínálat az lecsökkent, és ennek nyilván része sok minden más is,
de a Vidámpark bezárása 2013-ban az egy mély nyomot hagyott ilyen szempontból a budapestiekben. Ezt mi láttuk, éreztük, és egyébként a bejelentés után is rengeteg pozitív visszajelzés jött, és az utcán is meglepően sokan, az ajánlásgyűjtés heteiben meglepően sokan mondták ezt pozitívan vissza. De én nem azt mondom, hogy erre közpénzt kell elégetni végtelen számban, és csinálni egy ilyen közszolgáltatást. Ekkora piacok, mint Budapest, azért van egy, hogy mondjam, az európai átlagnál magasabb átlagos egyfőre jutó GDP-nk ebben a városban, van egy 3 milliós várostérség, és van egy globális szinten látható turisztikai piac. Ekkora piacok eltartanak egy ilyen vidámparkot, eltartatják a Tibidabot, eltartják a Prátert, és sok más hasonlót Európában. Tehát önmagában az, hogy egy vidámpark-szerű dolog, az működjön piaci alapon egy ekkora városrégióban, ez nem egy irreális dolog, de nyilván ennek akkora helyfoglalása van, ennek olyan speciális igényei vannak, hogy a városnak azért ezt valahol meg kell ágyazni, mert nyilván sem a Práter, sem a Tibidabo nem tudna létrejönni hirtelen befektetői logikán egyszer csak azokon a helyeken, ahol azok működnek. Tehát ez csak úgy működnek ekkora dolgok, hogyha egy város erre kijelöl területet, megpróbál nemzetközi befektetői tőkét mozgósítani, nemzetközi üzemeltetőket behívni, és tárgyal arról, hogy ki az, aki ebbe hajlandó lenne lehetőséget látni. És én ebben nagyon hiszek, és az egész programom tele van ezzel a szemlélettel, hogy nem kizárólag a kormány és a főváros közötti oda-vissza mutogatásnak kéne dominálnia a fővárosi politikát, hanem nagyon sok esetben ez a város abból fejlődött, hogy a magántőke lehetőséget látott benne. A 19. század második felében a teljes eklektikus történeti városszövetünk, az a Budapest, amit imádunk, szeretünk, az Andrássy út, Bérpalotái, az egész történeti belvárosunk jóformán, annak a város szerkezetét és a funkcionális rendjét kitalálta a közmunkatanács, a kormány és a főváros akkori vezetői együtt, és aztán a magánberuházók építették meg. Tehát Budapesten ennek van előképe, még ha a szocializmusban el is felejtkeztünk erről. És azóta pedig egy ilyen vadkapitalizmus indult el, ahol a fejlesztők jönnek, amit kedvük van, azt csinálnak, amit be akarnak építeni, azt beépítenek, és a kedvükre módosítják a szabályozási terveket. De az, hogy a városnak legyen egy koncepciója arra, hogy mit szeretne csinálni, és megpróbáljon arra bevonni befektetői tőkét, és ez nem csak vidámparkra igaz, hanem megfizethető bérlakásokra, kollégiumi férőhelyekre ugyanúgy igaz lehet. Én ebben nagyon hiszek. Én a Vidámparkot ennek egy esélyeként látom, és ez egy összbudapesti, sőt, egész Magyarországot kiszolgáló dolog. Csepelen van egy elég nagy összefüggő terület, ahol ez elférne, és nagy részt, vagy részben rozsdaövezet, részben olyan zöld felület, ahol ez ugye régi eperföldek, nem egy erdő, vagy ilyesmi, ahol ezt meg lehet tenni, és ott amúgy is van régóta terv van arra, hogy egy új közpark jöjjön létre. Tehát én azt gondolom, hogy egy vidámpark még annak is lehet az ilyen hordozója, hogy ott tényleg létrejön egy új budapesti jelentőségű közpark. Tehát én így tekintek erre, de a program egyébként úgy fogalmaz, hogy a vidámpark, mint szándék, az egy fontos elem. Ennek Csepel adódik helyszíneként, de vannak BCD alternatív helyszínek is. Jó, hát ez nyilván a sajtónak is köszönhető, hogy így jön le, hogy Vitézi Dávid Vidámparkot Csepelnek felkiáltójel, és akkor nyilván az ember röhög rajta, hogy ilyet azért mi is tudnánk, igen. Kutyapárknak jól állna. Tudom. Én ott berzenkedtem is a 4-4-1 alatt, hogy ezt rég kitalálhattuk volna. A kérdésnek a második részére kérlek meg válaszol, hogy van-e most a fejetekben, vagy a stábot fejében olyan fejlesztés, ami hasonló típusú, tehát egy hiánypótló tevékenység lenne itt Újpest területén, vagy a közelben, tehát lehet ez a 13., 14., 15. kerület, ez az egyik. A másik pedig, amit sokszor elmondasz, és én ezzel egyet tudok érteni, mert nekem is az a tapasztalatom, hogyha az embernek van hatásköre és képzettsége, és egyébként mozog benne valamilyen ambíció, hogyha nem is a tenyér nyomát ott hagyja a városon, de hogy dolgozzon, akkor ott történnek dolgok. A befektetőkeresést nagyon sokszor elmondod. Szerintem is munka, rohadt sok tervezés, és nagyon-nagyon sok telefonálásnak az eredménye. Megvan már-e a fejedben, hogy te kikkel akarsz együtt dolgozni, akár a szűk stábodban, tehát kit küldenél oda Abdurrahmaha dubai befektetőhöz, hogy akkor hagyjuk a mini Dubajt, jöjjön a Vidámpark. Hát egyrészt van egy fővárosi listánk, amiben ugye... Köszi neked is. Hello, hello. Sziasztok. Egy hét múlva fel lesz a felvétel, és lesz biciklis kérdés. Köszi, hello. Ciao. Szóval, ugye van egy fővárosi listánk, ahol ugyan konkurálunk a kutyapárttal a fővárosi közgyűlésben betöltendő helyekért, de azért azt is látom, hogy van ebben pozitívum bőséggel, hiszen most nyilván a közvéleménykutatásoknak kihisz a mai világba, de azért az látszik, hogy itt egyéb feltörekvő új szereplőkkel együtt is, azért az látszik, hogy még egy olyan helyzet is előállhat akár, ahol a DK és a Fidesz együtt sincs többségben. Nem mintha ők együtt indulnának, de bár még ez is megtörténhet, de
de csak azt akarom mondani, hogy az elmúlt 20 év lejárt politikai lemezeit elutasító szereplők, legyen az a Kutyapárt, legyen a Mi listánk, vagy legyenek más már korábban említett listák, azok még akár együtt egy majdnem többségbe, vagy legalábbis egy elég meghatározó erőként jelenhetnek meg a fővárosi közgyűlésbe. Ezt most csak azért mondtam el, ha már a listámra utalok, ezt talán fontos hozzátenni. A listán egyébként látsz rengeteg kiváló szakembert, Kocsis János Balást mondjuk. Vonatszünetet tartunk. Kocsis János Balást mondjuk, aki a BME Urbanisztika Tanszékének az egyik egyetemi tanára és az egyik legjobb urbanisztikai szakember, Dományi Bálintot, akivel nagyon régóta dolgozunk együtt, egy kiváló urbanistát és építészt, aki rengeteg fejlesztési kérdéssel foglalkozott már, és nagyon helyén van az esze, és tudja, hogy mit kell a városban is hogyan fejleszteni. Gazdaságfejlesztésből is mondjuk Barta Mártont, aki a Corvinus Egyetemen dolgozik, és most a Ménesi úti kampusz fejlesztését ő irányította. Tehát van ilyen típusú tudás a csapatban. És nekem, ami egy nagyon meghatározó élményem ebben egyébként, az az úgynevezett MIPIM, ami egyébként elég, hogy mondjam, szörnyű rendezvény bizonyos szempontból, mert nyilván egy ilyen pénzvásár, ahol a városok magukat illegetik azért, hogy a fejlesztői tőke jöjjön. És ennek van árnyoldala is, ez nem kérdés. De azért mégiscsak, amikor egy városnak van egy terve arra, hogy mondjuk megmentsen egy ipari rozsdővezetet, műemléki környezetet, és oda fejlesztőt hozzon. Ha az egy városnak van egy álma, hogy 10 000 bérlakást építsen egy területre, mondjuk egy bezárt rendezőpályaudvarra, vagy egy vidámparkra van egy álma, akkor a városok oda elmennek, és kiállítják ezeket a terveiket, és befektetőket keresnek, akik nem szabadrablásra jöhetnek a városba, hanem megépíteni azt a tervet, amit a város akar. És ez ennek a legnagyobb nemzetközi kiállítása és vására Cannes-ban, hol máshol tartják minden évben, márciusban. És én voltam ilyenen többször is, és Budapest ezen lényegében nincs jelen. Wrocław, vagy Katowice, vagy közepes román városok teljes városfejlesztési arzenállal vannak ott, és próbálják bevonni a nagyrészt nyugati, vagy néha talán arab, vagy keleti, nem tudom, nemzetközi tőkét a városfejlesztésébe, de úgy, hogy mi fejlődjön, azt a város mondja meg, és tőkét vonz be, aki lehetőséget lát abba a városba ehhez. Budapest ezen a pályán ott sincs, el se indul. Nem az van, hogy gagyi a standunk, hanem nincs. Tehát én azt gondolom, hogy ebben, és ennek nyilván az az oka, hogy Budapest, ugye ez van a plakátjaimon, és ezt komolyan is gondolom, egy pártpolitikai csatatér, ahol ma minden egyes ügy azon múlik, hogy valami, ha nem megy, akkor azt ki tudja jobban a másikra kenni. A Karácsony Facebookján olvassák többen, hogy a kormány tehet róla, vagy az Alexandra Facebookján olvassák most éppen többen, hogy a Karácsony a hülye. És akkor ez a verseny megy, aztán meg nem történik semmi. Szerintem ezen változtatnunk kell, és sokkal, hogy mondjam, több lehetőség van az Orbán kormány 14. évében megmaradt önkormányzati mozgástéren belül is sokkal több lehetőség van egy ilyen városvezetésnek, mint amennyit ma a városvezetés bejátszik. Mondasz egy közepes... Ja, igen, konkrét példa a környéken. Közepes román város. Nem ismerek ilyen. Jászvásáron. Yes. Ja, úgy román, jó? Hát jó. Magyar. Na. Igen, a második. Hát igen, az határterület. Szóval, ez egyébként Ploesti mondjuk szintén ott volt. Jó. Ami a környéket illeti, hát ugye amit én leginkább kiemelnék, és tudom, hogy egy érzékeny téma, de talán hangozzon el itt is, hogy mit kéne ott csinálni, az Rákos rendező ügye. Ugye itt van azért nem messze Újpesttől ez a terület. Ez Budapest aranytartaléka, egy 130 hektáros összefüggő rozsdaövezet, volt vasúti rendezőpályaudvari terület. Erre készültek nagy koncepciók, amikben egyébként nagyjából a Karácsonyféle Városháza, a Tarlósféle Városháza és az általam vezetett BFK nagyjából ugyanazt gondolta erre a területre, hogy mit kéne tenni. De akkor eljött a mini Dubaj. De aztán jött a Dubaj. Csak hogy arról beszéljek egy picit, hogy ez miért lenne jó Újpestnek is. Ugye itt az volt a terv, hogy a vasúttörténeti parktól közvetlenül délre, tehát mellette rögtön, egy legalább 25 hektáros, tehát azért Városmajor megközelítő méretű közpark jöjjön létre, amelyik egy olyan új városi léptékű közpark, ami nem csak a közvetlen környezetét, hanem teljes Észak-Pestet ki tudja szolgálni minőségi zöld felülettel. Ezt a területet is most átadják az arab befektetőknek, tehát itt valószínűleg nem fog park megvalósulni, de
ugye Budapesten két dologból van igazán hiány, így területhasználati szempontból. Az egyik a minőségi zöld felület, tehát azok a fajta ilyen parkfelületek, ahol, hát, mint ami, most ez nem egy park, ahol vagyunk, de ugye valójában ez is egy rekreációs zöld Dunapart. Tehát az olyan típusú helyek, ahol az ember ki tud menni, akár fogyasztási kényszer nélkül is, de azzal együtt is, mármint lehetőséggel együtt is, le tud ülni, meg tud inni egy sört, vagy csak pihenni a barátaival, vagy csak kifeküdni a fűbe, és zöldben tud lenni. Ilyenből kevés van Budapesten, nagyon sok lakónak nincsen hozzáférhető távolságon belül ilyen típusú minőségi zöld felület, ezen változtatni kellene. A másik pedig a megfizethető bérlakás kínálat. Lényegében nem épülnek bérlakások Budapesten, nincsen bérlakásfejlesztés, végképp nincsen szociális vagy támogatott bérlakás kínálat fejlesztése a városban. Tehát én azt nagyon fontosnak tartom, hogy ezen változtassunk. Szerintem erre kellett volna használni Rákos rendezőt, és én főpolgármesterként minden erőmmel azon leszek, hogy megpróbáljam a kormányt meggyőzni, rásarkalni, rákényszeríteni, amilyen eszköz éppen majd lesz erre, hogy amennyire csak lehet, Maxi Dubaj helyett ezek a funkciók kerüljenek Rákos rendezőre. Annyira cikk, hogy nem tudom a többieket megkérdezni ezekről, úgyhogy majd így, igen. Köszönöm. Mert egyébként szerintem lakás. A véleményem nagyon nem különbözik a főpolgármesterétől. Jó, csak ezeket jól lenne látni, ugye azért hívtuk ezt össze, ezt a rendezvényt. Az Alexandrájére lennék a legkíváncsibb. Arról lövésem sincs, hogy ő mit akar ezzel az egésszel kezdeni. Ha a nyakába szakad, budapesti lakásügynökség, illetve bérlakások kérdése. Ha néztétek a 19-es előválasztási Alexandra. Legalább sűrűn járnak a vonatok. Így. És lehet, hogy pontosan is. Ha néztétek a 19-es főpolgármesteri vitát a Partizánon, a legjobb része az a lakásépítés volt, az kurva jó volt. Mindig az jött ki a legjobban, aki a végén volt a sornak, mert ő tudta bemondani a legnagyobb számot, akkor megszólalt Kálmán Olga, 6000 önkormányzati bérlakás. Akkor jött a Kerpel Frónius, ő már tudta, hogy akkor nyilván 7000-et kell mondani, és akkor jött a Karácsony a végén, hogy 25000 önkormányzati bérlakás a fővárosban. Én szerintem ez egy fontos dolog. Nekünk most a napokban fog az újpesti helyzetről megjelenni egy cikk, mert nem sokban különbözik a fővárostól. Itt szerintem történnek fontos változások, és történt, és nagyon sok minden meg nem történt meg, akár a fővárosi lakásrendelet miatt sem. Hát ott még bonyolultabb a rendszert egyébként. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezt az önkormányzati lakás programot, te ha most egy számot kell mondani, és nincs itt most két ember, aki ráigérje, tehát nem kell, nem kockáztod semmit, hogy kevesebb sokat mondasz. Erre mit tudnál mondani, hogy mi az, amit a jelen költségvetési körülmények között vállalni tudnál, illetve hogy a lakásügynökségnek a koncepciójára mit gondolsz? A másik kérdés könnyű, mert van ilyen szám a programban, és a szolgálati lakás, nem csak önkormányzati bérlakásnak a hagyományos verziából, a támogatott bérlakásból, az önkormányzati bérlakásból, és a szolgálati lakásból együtt egy mindezős számot céloz meg, de úgy, hogy ez reálisan magánkockázatban tartok el. Képzelhetőnek egy olyan modellben, amit Poznanyban, Varsóban is alkalmaznak, ahol lényegében területet ad a város. A fejlesztő kap egy 30 év körüli... Ezt majd nyilván ki kell tárgyalni, most körül itt mondok. De egy elég hosszú távú hasznosítási jogot erre a területre, ráépíti a maga társasházát, és nyilván kap egy bérlakás, vagy egy lakbértámogatást a várostól, ami ad egy tartós bevételt, egy kiszámítható bevételt, amire alapozni lehet egy hitel konstrukciót, és emellett valamilyen módon beleszólást enged a bérlő kijelölésbe a városnak, hogy ez most konkrétan csak szociális szempont, vagy mellette, én ebben nagyon hiszek és nagyon fontosnak tartom, kifejezetten az a szempont, hogy azokból a hiány szakmákból szolgálati lakást kínáljunk, ahol Budapesten a legnagyobb közszolgáltatási problémák vannak, óvónők, vagy éppen ápolók, vagy tanárok, ahol ma lényegében a vidékivel megegyező bérszínvonal mellett kellene bécsi lakbéreket kifizetni. Tehát, hogy Budapestnek az ilyen típusú vonzerejét is javítsuk. Ez nyilván eldönthető, és nyilván megengedhető az is, hogy egy ilyen magánfejlesztő néhány szintet megépítsen teljesen for profit jelleggel egy ilyen házba, hogyha az kell ahhoz, hogy az üzleti modell működjön. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen sok ezres előrelépést csak így lehet elérni. Az, hogy a főváros saját erőből nekiáll és megépít mondjuk 10 000 lakást 300 milliárd forintból, ezt nem látom jönni. Jó lenne egyébként, Bécsben van ennyi pénz, de szerintem ez akármennyit is ígér Kálmán Olga vagy bárki más, ez nem
nem hiszem, hogy egy reális dolog. És tehát nem is lett belőle semmi. Tehát ugye Karácsony Gergely 25 ezeret ígért, ehhez képest 1200 volt. És most lehet, hogy csak 15 ezer. Ezért nem vállalok felelősséget. Sokat ígért, kurva sokat. És ehhez képest 1200 volt, és 1200 van most is. Tehát nem nőtt semennyit a fővárosi bérlakás állomány ebben a ciklusban. Ami a lakásügynökség koncepcióját illeti, azzal egy ilyen óvatos gyanakvás van bennem. Nem utasítom el, drukkolok neki, de nagyon erős fenntartásaim vannak az egész modell kapcsán, és ez már most az első cikkekből is látszik, meg az ambíciókból egyrésztről. A Főváros Lakásügynökségének a kiválasztott vezetője maga mondja azt egy interjúban, hogy valami 6-7 éves távon belül 500 lakást lát reálisnak. Hát ez egy fővárosi szinten nem sok. Kettő, ugye az egész modell arra épül, hogyha valakinek van egy üres lakása, akkor azt majd a piaci ár helyett kedvezményesen odaadja a fővárosnak. Ugye itt már egy olyan fajta társadalmi szolidaritást feltételezünk, ami azért nehéz ekkora modellt építeni, amit majd a főváros még olcsóbban továbbad arra rászorulóknak. És akkor itt jön egy csomó kérdés, aminek én nem látom, hogy meg legyenek válaszolva, hogy kinek a nevén lesz a közműóra, ugye hogyan lesz a lakás eredeti állapotának a visszaállítása. Itt ugye a nagy ígéret az volt, hogy majd teljesen vissza lesz, most a 24.hu ugye rákérdezett, és kiderült, hogy hát a bútorokat, meg a lakásnak a szanitárjait, egyebeit, azt már nem hajlandó visszaállítani a lakásügynökség. Tehát én egyszerűen nem látom ma, hogy valakinek, aki lakástulajdonos, és ez a mai budapesti lakáspiacon, albérletpiacon könnyen ki tudja adni piaci áron, az miért döntene úgy, hogy akkor inkább odaadja a városnak, szociális okokból olcsóbban, és még egy csomó olyan nehézséget is magára húzva, hogy bár elsőre megbízható partnernek tűnik egy város, de másodszorra végig gondolva, hogy aztán egy magát a fővárost, mint bérlőt hogy rakod ki, hogyha mégis neked az a lakás kell, és hogy nem lesz abból mindenféle korlátozás, ez azért egy nehéz kérdés. Tehát szerintem ez egy olyan, és ugye a vége mi, hogy oké, összejön 500 lakás, 500 különböző házban a város 500 pontján lesz ez az 500 lakás, mindegyik más társasházi SMS-ben, mindenhol máshol más szomszédokkal, és majd ül egy fővárosi bürokrácia a BFVK nevű fővárosi cégben, ugye oda rakták ezt be, és majd ők fognak az közvetíteni házanként egy-egy lakásban a bérlő és a bérbeadó és a szomszéd és a közös képviselet között, és az egyik lesz Káposztásmegyeren, a másik Soroksáron, a harmadik Krákoskeresztúron, tehát olyan mérvű bürokrácia kell hozzá, amiben én kételkedem. Tehát nem véletlen az, hogy azért az európai modell az, hogy ilyen bérlakás építések inkább újépítésű nagy mennyiségben koncentráltan zajlanak, és az én programom is erre fókuszál. Amellett, hogy persze, hogyha ez a lakásügynökség hoz eredményt, én nem utasítom el, de azt, hogy ezt érdemben skálázni lehessen azokhoz a problémákhoz mérhető mennyiségben, amire szükség lenne Budapesten, abban én nem hiszek. Ugye az első kerületben Vénaszai Mártánál van ilyen lakásügynökség most már több éve, és ha jól láttam a cikkeket, 12 darab lakást tudtak a lakásügynökségnek kibérelni. Az 15 volt, szerintem. Én erre úgy emlékszem. De ezek azért jobb, bár ilyen részletkérdések, nem? Tehát maga a koncepció működhet, hogyha időközben módosítanak a rendszernek a részletein. Tehát azért az utolsó kritikámat nehéz megoldani, mert azért, hogy mondjam, az, hogy ez szét lesz szorva a város különböző pontjain, és elszórtan kell egy-egy lakásokat menedzselni itt-ott, és ezt óhatatlanul egy fővárosi bürokrácia tudja csak menedzselni, mert hát ő a közvetítő, ugye? Azért ezzel vannak fenntartásaim, ez mennyire hatékony felhasználása a menedzsment kapacitásnak egy ekkora városban. Köszi. El fogunk jutni a hajléktalanokig, de még lesz utána vidámabb téma is. Egy közbelső téma, ami valahol a lakás és valahol a hajléktalanság között van. 2023-ban, meddig van időd? Még egy óra. Jó. Volt egy sztori 2023-ban, itt az ULE, az utcáról lakásba egyesületnek adott volna át a főváros egy István telki telket, és itt kettő konténerház valósult volna meg, ahol alapvetően, és ezt nagyon sokszor elolvasom, hogy ne mondjak hülyeséget, itt tényleg arról van szó, hogy közfoglalkoztatottak nehéz anyagi helyzetben be tudjanak oda kerülni, elkerülve ezzel ugye a hajléktalanságot, ez a first stratégia mindig hajléktalan problémával kapcsolatban, hogy hogy mented meg azt, aki most bukna le. Ez a koncepció, ez 2022. decemberében jutott el az Újpesti Önkormányzathoz, utána lett volna idő a lakossági, társadalmiasítás. Ez ugye nem történt meg, és az újpesti Fidesz ezt megneszelte, úgyhogy elkezdték költbe plakátolni István telket azzal, hogy itt hajléktalan tanya fog megvalósulni. Ennek az lett a vége,
ugye ők elkezdték ezt a cuppogok, úristen, remélem nem hallja a feleségem, utálja a cuppogok, szóval elkezdték ezt kidolgozni, ezt megbeszélte a Fidesz, elindult az ellenkampány, és erre a baloldali demokratikus összefogásos önkormányzatnak az lett a megoldása, hogy Wintermantel Zsolt és Déri Tibor együtt nyomott erre nemet a fővárosban. Tehát végül az elvileg a Karácsony frakcióhoz tartozó Déri Tibor is ezt leszavazta, hogy nehogy ebből botrány legyen, és ezen az egy szavazaton, két szavazaton, bocsánat, Wintermantel Zsolt és Déri Tibor szavazatán elment. Mindezt úgy, hogy volt olyan fideszes, aki nem szavazott, volt olyan, aki meg, tehát teljesen szétszavazott az egész közgyűlés, és ez egy nagyon minimális projekt. Tehát kettő konténerház, az maximum 10 ember. És akkor minden számoljuk hozzá, nem tudom ki az, aki ismeri István Telket, azért az nem a, nehogy mondjam, nem rózsadomb. Tehát ott a zöld közepén kettő konténerház, azt nem tudom, kit zavart volna. Ezzel kapcsolatban nekem, és akkor itt kanyarodnék vissza a többséghez, a többség kérdéséhez, amit te felhoztál, hogy itt gyakorlatilag egy erősebb ellenkampánnyal is a Fidesz el tudja érni azt, hogy az árnyék Fidesz inkább máshogy szavazzon, nehogy szavazatokat veszítsen, meg nehogy szimpatizásokat veszítsen. Hogy lehet majd összetartani egy olyan fővárosi közgyűlést, ahol 6-7 párt frakciója fog ott ülni, és ezeket az ötleteket, amiket korábban elmondtál, felsoroltál, akár a bérlakásokkal kapcsolatban, akár egy ilyen minimál projektet, tényleg egy konténerházról beszélünk, ezt nem merte megszavazni Déri Tibor. Egy konténerházat. Hogy lehet ezeket kiküszöbölni? Van-e erre terved? Nézd, amikor ezt a kampányt elkezdtem, akkor ugye az volt egy állandó kérdés mindegyik interjúban, hogy hát Karácsony Gergelynek többsége van, én mégis hogy gondolom, hogyha megnyerném, hogy lenne többségem. Azóta én azt gondolom, hogy a sajtó is picit máshogy kérdez már, mert a legutóbbi közvéleménykutatások alapján, ami látszik, az az, hogy jó eséllyel ebben a közgyűlésben senkinek nem lesz többsége, és egy egészen más kultúrájú politikai működésre kell majd beállnunk, aminek 444 éppen írt ma erről egy vezércikket. Van ennek sok hátulütője, vagy legalábbis kockázata is. Ugye itt egyszerre igaz az, hogy hát ha az lesz az EP választások eredménye, amit ma látunk, akkor azért sok szempontból az országgyűlésben ott ülő ellenzéki pártok szinte kivétel nélkül egy legitimitási válsággal fognak szembenézni, ezáltal az országgyűlés még kevésbé lesz érdekes hely, mint ma. És a fővárosi közgyűlés lesz valahol egy terepe azoknak az új erőknek, akik megjelennek a politikában. És mint ilyen, ugye, ha ti is ott lesztek, mi is ott leszünk, akár még a Tisza párt is ott lesz. Tehát egy mindenképpen a két nagy, vagy hát nagy, tehát a két egymást eddig kiegészítő politikai tömnek a harcát meghaladni kívánó politikai ajánlatok meg fognak jelenni, és az se kizárt, hogy ezek együtt erősebbek lesznek, mint a DKMSZP nevű valami. És nagyobbak, mint a Fidesz. Bocsánat, ez is fontos. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes új helyzet lesz, ahol nagyon sok türelemre lesz szükség, és ahol egyrészt izgalmasabb is lesz a politika, de ugyanakkor lassabb és nehezebb és kompromisszumkeresőbb és vitatkozóbb és sokkal több együttműködést igénylő, mint azokban a világokban, amiket megszoktunk, hogy vagy a DK-nak van többsége, vagy a Fidesznek van többsége, és a frakciósok zárt szobájában lezajlik a vita, és bent már csak az van, hogy szavazzanak, igen, igen, átment, viszont hallás. Úgyhogy a fővárosi közgyűlésnél unalmasabb hely az tényleg nem volt az elmúlt 5 évben. Az összes belső vitát lezavarták zárt ajtók mögött a karácsonyék. Volt egy kivétel, egy nagyon vicces kivétel, ezt elmondom, csak igen. Bocsánat, hogy félbeszakítalak. Elment a Karácsony koalíció, elment a várba megvédeni Vénasszály Mártát. Visszaértek, akkor elment a Fidesz, mert 2 perccel később érkeztek meg. Végig szavaztak minket, és 2 új szavazást kellett csinálni, mert Cserdini Németh Angéla véletlenül nemet nyomott, és nem hagyhatta annyiban, hogy nem legyen. Bocsánat, folytasd. Na, tehát hogy valójában megerősített, amit mondtam, tehát hogy valójában a fővárosi közgyűlésnél unalmasabb hely kevés volt, hiszen kicsit úgy működött csak Pepitában, mint a parlament, hogy minden átment, amit a beterjesztett a kormány vagy a városvezetés, és kész. Nem ilyen lesz a következő közgyűlés. Ez nyilván a nagy kérdés, hogy a 444 ma ezt feszegette, hogy a választóknak mennyire lesz türelme ezekhez a vitákhoz, vagy mennyire egyből egy inkompetenciát fognak abban látni, hogyha nem minden rögtön megy át, és nem ki, mint kés a vajon. Ez egy nehézség lesz, bárki is lesz a következő főpolgármester. Én azt gondolom egyébként, hogy ebben a fajta sokszínű közgyűlésben a legnagyobb esélyet többséget teremteni nekem van. Hiszen én nem a két nagy
nem csak egymás által elutasított, de hát a közép által is elutasított nagy tömb egyikéből jövök, mint Szent Király Alexandra vagy Karácsony Gergely, hanem ezeknek az új ajánlatoknak vagyok az egyik, az egyetlen főpolgármester jelöltje, hiszen a Kutyáknak és a Tiszának nincsen főpolgármester jelöltje. És mint ilyen, szerintem ügyek mentén, program mentén, koalíciókat kötni, akár változatosokat is, leginkább nekem lenne képességem a jelenlegi főpolgármester jelöltek közül. De az biztos, hogy nekem is nagyon-nagyon keményen meg kéne ezért küzdenem, és ez egy nagyon nehéz történet lenne, és hogyha esetleg nem így alakul, akkor is azt gondolom, hogy jó esélye, vagy van rá esélye, te is ott tűz majd a közgyűlésbe, van rá esélye, hogy én is. Tehát az biztos, hogy azért, hogy mondjam, annak ellenállni, hogy ne megint Draskovics Tibor üljön ott a BKK igazgatóságában, és ugye ismerjük a technikákat, tehát az lesz, hogyha egyszer nem szavazzuk meg Draskovics Tibort, akkor az csomagban fog jönni a pingvinek etetésével, és hogyha nem szavazzuk meg, akkor az lesz a címlap a valamelyik ellenzéki sajtóban, hogy hát miattunk halnak éhen a pingvinek az állatkertben, miattad meg miattam. Tehát nyilvánvalóan a teljes arzenállal lesz nyomás helyezve. Tehát ez egy nagyon kemény menet lesz, de szerintem helyes, hogy ez történik. Ez a magyar politika megújulásának egy stációja, és szerintem az, ami talán országosan is megtörténhet, hogy egy picit átalakuljon ez a DK-Fidesz dominálta politikai világ, ennek egy új helyszíne, egy kezdő helyszíne lehet a fővárosi közgyűlés a következő ciklusban. Be fogsz-e ülni a közgyűlésbe akkor, ha nem te nyersz? Ez az egyik kérdés. A másik az már inkább a hajléktalan. Erre válaszol, kérlek, hogy beülsz-e, és hogyha nem te vagy a főpolgármester, akkor te minek örülnél, mit csinálnál szívesen? Mondjuk egy tanácsnoki pozícióban, vagy egy főpolgármester helyettesi pozícióban egyáltalán elfogadnál-e ilyet Karácsony Gergelytől? És egyébként közgyűlési képviselőként szerinted mi az, amit te a te kompetenciádból ki tudsz hozni? Az első kérdésedre a válasz az egyszerűbb, az igen. A másikat azt most nem csak kampány szempontból nem kezdeném el találgatni, hogy mi lesz, hogy lesz, hanem ugye ez egy olyan sokszínű közgyűlés lesz, annyiféle váratlan helyzettel. Ugye én valójában azt, hogy a Tisza párt listáján kik vannak, most azon, hogy nevüket látom, nem is tudom, és azért ők egy elég komoly erőnek tűnnek. Ugye de nehéz ma megjósolni pontosan, hogy fog ez a közgyűlés kinézni. Én a programom mentén szívesen dolgozom, nyilván főpolgármesterként szeretnék elsősorban, vagy ezért indulok ezen a választáson, de bárhogy is alakul, szívesen dolgozom, de azért, hogy mondjam, azt a hibát én nem fogom elkövetni, hogy akkor, ha már 5 évvel ezelőtt nem, akkor majd most bekiállok Draskovics Tiborral közösen működni, tehát az biztos, hogy de szerintem ti is hasonlóan lehettek, ha ennyi visszakérdezés belefér. Tehát meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Ugye az látszik, hogy a Momentum az gyakorlatilag beleállt a földbe, és elvesztette a budapesti támogatottságát is az országos után. Tehát az nem tűnik valószínűnek, hogy ők ott lesznek a következő fővárosi közgyűlésben, de a Kutyák, a Tisza, mi, a DK, Fidesz azért várhatóan igen. Tehát egy elég sokszínű közgyűlés lesz. Most a legutóbbi közvéleménykutatás lényegében azt mondta, hogy ha nem is egyenlő, de 4 nagyon hasonló méretű tömb, a Fidesz, a DK, a Tisza és a Vitézi LMP lista valahol, tehát azért egy elég érdekes felállás tud kialakulni, de hát persze még egy hónap van, bárhogy átalakulhat ez, meg a közvéleménykutatásoknak úgyse hiszünk. Pont ezt akartam kérdezni, hogyha elhiszed a közvéleménykutatásokat, akkor minek indulsz el? Ha meg nem hiszed el, akkor miért hagysz minket ki a 4 legnagyobb tömbből, mert én meg más közvéleménykutatásokat néztem, de ezt legalább én tényleg mindig elmondom az összes rohadt tévés szereplésben, amikor emiatt behívnak minket, értelmes dolgok miatt meg nem. Én nagyon barátságos voltam, mert az utolsó közvéleménykutatásban 4%-on volt a Kutyapárt, és ehhez képest, a pulzus, ehhez képest bejutóként beszéltem róla, tehát hogy jó, de azt nyilván ti is érzitek, hogy az majd, na, most legyünk egész korrektek, valójában a fene tudja, hogy ez az egész fogalmam sincs, mi lesz. Listák mit jelentenek, tehát hogy valójában a szavazók június 9-én ebből a sokféle ajánlatból, még ha azt a szavazót is képzeljük el, aki elutasítja a DK-t és elutasítja a Fideszt is, hogy aztán ezekből az ajánlatokból majd a végén melyiket x-eli be, meglátjuk. Nyilván nekem van annyi helyzeti előnyem, hogy a mi listánknak van főpolgármester jelöltje. Ez történetileg minden fővárosi választásnál, amit ilyen rendszerbe tartottak, egy plusz tényező volt.
De én nagyon bízom benne, hogy ott lesznek a kutyák a közgyűlésben, ezért is fogalmaztam így. Szerintem felesleges közvéleménykutatásokat elemezni egy ponton túl. Ami a konkrét kérdésedet illeti, valóban minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy most Karácsony Gergely vezet. Én ezt nem vonom kétségbe. Tarlós István is minden közvéleménykutatásban vezetett az előző főpolgármesteri kampányban, aztán mégsem ő lett a főpolgármester, úgyhogy én ebben a bizakodó alapállásban állok neki a következő egy hónapnak, és azért azt látom, hogy minden egyes nap, amikor Salgótarjánban, Tatabányán, vagy bárhol Dobrev Klárával közös kampányrendezvényt tart Karácsony Gergely, vagy amikor Horváth Csabával pultozik az uglói piacon, az azért egyre több szavazójának mutatja meg... Nem lett egy büntetés? De én ezt is írtam. Én azt gondolom, és ez ilyen most kicsit úgy hangzik, mint a Karácsony egy előtt Gyurcsány kampány, de hát hogy azért ugyanak van valamennyi ténybeli alapja. Tehát én azt gondolom, hogy a DK, nem ismerem a megállapodás köztük, de én úgy képzelem, hogy a DK tételesen beírta, hogy a Gyurcsány vagy a felesége mikor, melyik téren mutathatja föl, melyik megyei jogú városba Karácsony Gergely, mint zsákmányt, és mutathatja be a salgótarjáni DK szimpatizánsoknak, hogy megvan, ez már a miénk. Nagyjából ez zajlik most a vidéki városokban. De egyébként ott szokott lenni Kunhalmi Ágnes is, ezt ne felejtsd el. És ő nem... is megvan. Igen, igen. Tehát ugye ez egyesült. De akart is meglenni. Az MSZP újra egyesült. Igen. Gyorsan vissza, részvételi költségvetés, és pár dolog csak. Kiírtuk az első közösségi költségvetés Újpesten, ezt mi jelöltek dobtuk össze, ezzel is elkülönbözve az ígéretektől. Ugye ez nem valósult meg itt Újpesten. Budapesten megvalósult, szerintem a koncepció remek volt, és egyébként itt van a fővárosi részvételi osztálynak a volt vezetője, Lé Marietta EP lista vezető. A földön ül az emberek között egyébként. Ezt valahogy Újpesten nem sikerült megvalósítani, pedig erre voltak kerületi pinták is. Ezért van az, hogy mi jelöltek, most összedobtunk nyilván 500 ezer forintot, tehát ebből világot nem vált senki. És jött egy tök érdekes ötlet, a vegyünk bérletet hajléktalanoknak 120 ezer forintból. És akkor itt térek vissza a hajléktalansághoz. Nekünk volt közel egy éve egy esetünk, én megkritizáltam azt, hogy a városvezetés az egyetlen tényleg jelentős fejlesztését, ahol ott hagyják a tenyérnyomukat a városon, abba olyan padokat vontak bele, amiket egyedileg gyártattak le, hogy középen legyen elválasztva, tehát oda egy nagyobb testű ember vagy egy gyerek már ne tudjon se lefeküdni, se leülni, stb. Mindezt azért, hogy ne menjenek oda hajléktalanok, és én erről tényleg azt gondolom, és ebben nagyon nehezen fogok kitérni a hitemből, hogy szerintem a hajléktalanság az nem várostervezési probléma. Tehát a várost tervezni arra, hogy lesz egy probléma, amit soha a kurva életben nem fogok megoldani, ezt nem lehet. Viszont ott vannak nyilván a más humánus szempontok is, amit te elmondtál, hogy nem lehet az sem, hogy egy villamosra nem lehet felszállni. Meg le kell szállni egy villamosról. Azt hiszem, a Tasnádi volt, aki a Bohócban azt mondta, hogy én jó emberkedtem, hogy én ezt fenntartom egyébként a főtérit. A tömegközlekedésben én valamivel megelégedőbb vagyok. Beszéljünk erről, mit gondolsz erről, és hogy szerencsése viszont ezt a diskurzust azzal a tételmondattal indítani, hogy a tömegközlekedés nem hajléktalan szálló. Hát de nem is az. Én, hogy mondjam, azt látom, hogy a budapesti tömegközlekedésben egy egyre növekvő elégedetlenség övezi azokat a közállapotokat, amik uralkodnak. Ez nem hajléktalansággal összefüggő kérdés önmagában, erről szó sincs. Nagyon sok olyan atrocitás van, ami kifejezetten erőszakoskodás, azt nem mondanám, hogy kifejezetten erőszakos bűncselekmények, de kifejezetten olyan aktív cselekmények, ahol zaklatnak utasokat, fogdosnak utasokat, megpróbálnak elvenni dolgokat utasoktól, értékeket, és akár szervezetten koldulnak, és valamiféle szervezet lehúzás zajlik. Sokféle dolog történik. A BKV saját adatai szerint havonta több mint 70 súlyos incidens történik a budapesti tömegközlekedésen. Ezek azok, ahol hatósági beavatkozásra is szükség van. És ennél jóval nagyobb számban történnek olyanok, ahol ez idáig nem fajul a helyzet. Ebből mennyi hajléktalan, ezt tudjuk? Én nem tartom ezt nyilván, és nem is hiszem, hogy ez így összefügg. Az viszont biztos, hogy összefügg, hogy az a probléma is egyre növekszik, hogy a legalapvetőbb és a BKK utazási szabályzataiban is rögzített higiéniai elvárásoknak sem megfelelő emberek utaznak tartósan a közösségi közlekedésen. Én ezt rendszeresen tapasztalom, látom, hogy az emberek tényleg az egyes villamos fele üres, mert olyan büdös is van, meg hát olyan testnedvek jelennek meg a járművön, amiknek nem kéne, és az emberek inkább ezt nyilván elkerülik.
ez egyszerűen nem egy olyan helyzet, amiben bele lehet törődni, vagy azt lehet mondani, hogy ez így rendben van. És ez a helyzet romló tendenciát mutat a BKK számai szerint is. Én azt gondolom, hogy ahogy ez egyébként minden nyugat-európai városban van, tehát a BVG-n se lehet ezt csinálni Berlinbe, az SLN se lehet ezt csinálni Stockholmba, a BKK-n se lehessen ezt csinálni Budapesten. Igenis, itt van szükség arra, hogy ez egy közszolgáltatás, és azt szeretnénk, hogy minél többen használják, akkor ebben legyen egy olyan beavatkozás, ami legalább megkísérli az utazási szabályokat fönntartani. Én a BKK rendészet javaslatát arra alapozom, hogy igenis a fővárosi önkormányzati rendészeten belül jöjjön létre egy olyan kifejezetten a BKK-val foglalkozó egység, amelyik benn ül a BKK-nak a kék villogós autóiba, és bármilyen esetben segítséget kér akár a járművezetője, akár a Budapest-gón keresztül az utasok, akkor ki tud menni és tud segíteni és intézkedni. De én nem rendészeti értelemben szeretném, tehát nem arról van szó, hogy akkor most vigyék őket el, hanem tartassák be az utazási szabályokat, és akinek csak lehet, aki csak hagyja, annak pedig a szociális ellátórendszerben nyújtsunk segítséget. Budapesten van kiterjedt szociális ellátórendszer, vannak nappali melegedők, vannak hajléktalanszárók, kell és lehet rajtuk fejleszteni, de azért ma is megvan az az intézményrendszer, ahol egyébként tiszta ruhát, kaját, zuhanyzási lehetőséget megkap az, aki... ez az intézményrendszer? Ez működik. Sokan oda nem jutnak el, most lehet, hogy nem akarnak eljutni, nincs lehetőségük eljutni, nem tudnak róla, esetleg olyan szenvedélybetegségeik vannak, ami miatt nem feltétlenül helyesen ítélik meg a saját állapotukat, hogy finoman fogalmazzak. Tehát nyilván itt azt gondolom, hogyha valakit leszállítanak a közösségi közlekedésről, vagy rendszeresen ez a probléma előfordul, akkor nyilván a szociális munkásoknak, akár a krízisautóknak segíteniük kell eljutni oda, ahol segítséget kap, ha erre hajlandó. Most nyilván van, aki egyáltalán nem hajlandó erre. De az, hogy a közösségi közlekedésen az utazási szabályoknak érvényt szerezzünk, ez szerintem nem opció, hogy ez ne történjen meg. És nagyon sok járművezetővel beszélgetek, rengeteg pozitív visszajelzés jött erre a javaslatra, mert azt mondják, hogy ők már nem tudnak kihez fordulni. És ugye, hogy mondjam, itt azért ilyen határesetekről van szó, tehát hogy nyilván nem lehet tudni sokszor, hogy valaki egyébként most hajléktalan, vagy nem hajléktalan, vagy éppen agresszívba hajlik, vagy már épp még épp nem hajlik. Tehát itt nagyon sok olyan határeset szituáció van, ahol tök világos, hogy valaki nem tartja be az együttélés közös szabályait, de ma nem tud igazán vele szembe föllépni senki azzal a hatósági felhatalmazással, ami ahhoz kell, hogy valaki tényleg mondjuk le lehessen rakni a villamosról. Én egy kiegészítést tennék, és utána kérdeznék majd még egyet, hogy a felsorolásból kihagytad azokat az embereket, és én tudom, hogy vannak ilyenek, akiknek az ellátórendszer, vagy tehát azt a minimális igényt se tudta kielégíteni, amit nem tudom, a közös ismerősünk, a Robi is el szokott mondani, hogy egy darab zárható szoba lehet az emberi minimum. Tehát ez, amire én azt gondolom, hogy minden ember megérdemel, és amit el tudok fogadni, hogyha valaki ezt nem kapja meg, és kirabolják, meglopják, tudom, hogy egy részük csak ezt. Ma az idős ellátás nagy része se tudja egyébként. Ez így van. Meg a kollégiumok nagy része sem tudja. Igen, csak amíg ez nincs meg, addig lehet-e azt mondani, hogy nem hajléktalan szálló tömegközlekedés, és tudod, ennek picit kampányszaga van. És nem látom azt, hogy amikor pontosan leszállítod az embert... Én BKK vezérigazgatóként is pontosan ezt mondtam, és amikor 2021-ben volt az a balhé, hogy a villamosvezető leszállított valakit, aki érintett volt ilyen ügyben, nem tartotta be az utazási szabályoknak a higiéniai előírásokra vonatkozó részét, aki felvette videóra, lett ebből egy ilyen ügy, és aztán az illetőt kirúgta a BKV, az RTL híradó földolgozta, én is megszólaltam, pont ezt a mondatomat mondtam el, mint most, és aztán végül visszavették, mert a társadalomnak akkora volt a nyomása, talán emlékeztek erre az ügyre. Tehát az én álláspontom ebben az ügyben elég konzekvensen ugyanez, és ez nem változott meg, és ezt egyébként az hangosítja föl, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy engem elküld azért a javaslatomért a fenébe, most nincs itt, tehát nyilván ha itt lenne, elmondaná. Azt is tudom, hogy mit mondana nyilván, de hát, hogy mondjam, ennek a szónak, meg ennek a vitának végül is ez adott egy elég nagy hangerőt, de én az álláspontomban nem tudok változtatni, hogy szerintem erre igenis erre a típusú új rendészeti felfogásra a BKK-n szükség lenne Budapesten. Miért kell külön rendészet? Azzal meg egyetértek, hogy a hajléktalan ellátásban van mit fejleszteni. Én leginkább azért azt látom, hogy vannak olyan speciális igények, amiket ma nem tud kiszolgálni a hajléktalan ellátás megfelelően. Ezek közül nyilván kiemelhető a kisállattal való szállás, bár már vannak olyan szállók, amik ezt lehetővé teszik. Kiemelhető az akadálymentes férőhely, ebből is vannak már példák, de nem elég. Kiemelhető az, hogyha valaki párban keres ellátást, és nyilván a,
a nemi elkülönítés miatt nem kapja meg ennek a lehetőségét, és hát valójában a legnagyobb akadálya ma sokszor annak, hogy valaki bemenjen, és az utcán látható, utcán tapasztalható hajléktalanságnak az egyik vezető oka, mennyire én az ebben dolgozó szakemberektől ezt megértettem, az pedig azoknak a szenvedélybetegségek, amelyek kell egy speciális segítségre lenne szüksége ahhoz, hogy ezekről valaki lejöjjön, és ha nála van akár valamilyen szer, vagy alkohol, akkor azzal nem engedik be a szállókra. Tehát magyarul a függőségének a tárgyától kéne megszabadulni ahhoz, hogy bemenjen, és a függőségétől nem tud megszabadulni, ezért inkább az utcán alszik. Tehát ez egy tipikus probléma, itt egészségügyi vonalról kell inkább segítséget nyújtani. Az, hogy jó lenne mindenkinek saját zárható szoba, én ezzel egyetértek, és nyilván az lenne, hogy mindenkinek lenne lakásra, mert az nyilván valójában az a megoldás. De azt mondani, hogy addig ne érvényesítsük ezeket az együttélési szabályokat, azzal pedig nem tudok egyetérteni. És egyébként az idős ellátásban sokszor sokkal rosszabb helyzetek vannak. Tehát, hogy ez azért, ha azt az elvárásítjuk föl, hogy mindenkinek saját szobája legyen, akkor a kollégiumoktól az idős ellátásig rengeteg területet kell átkítani. Egyébként pont az idős ellátásban, ez benne is van a programomban, hogy az intézményi típusú idős ellátás fejlesztése, továbbfejlesztése helyett, ha költünk erre pénzt, akkor olyasmiket építsünk, mint régen nyugdíjas háznak hívták ezeket, ahol a beköltözőknek van egy saját kicsi gazdon lakásuk, be tudják zárni maguk mögött az ajtót, ez a méltósági szint megvan. Vannak közös terek, van közös ápolási kapacitás, tehát hogy a hatékonysága együtt lakásának sok idős embernek, aki segítségre odaadásra szorul, ez megvan, de mégse ez a fajta ilyen nagyban gyökerező intézeti ellátás van, mint ami a legtöbb nagy látóintézmény ma jellemző. Miért gondolod azt, hogy erre külön szervezet kell? Ugye van nekünk egy rendőrségünk, van nekünk önkormányzati rendészetünk, van... Nem gondolom, önkormányzati rendészet részként javaslom a BKK rendészetet létrehozni. Tehát ez szervezetileg úgy néz neki, hogy minden önkormányzati rendészet a rendészek nem, mellett... Nem, Föri. A Förin belül, de azzal a speciális, hogy mondjam, felkészítéssel, ami egyrészt ehhez kell, a fővárosi önkormányzati rendészet. És azzal az összevarrásával ennek a két logikának, ugye ma, ha a villamoson valaki elkezd zaklatni utasokat, akkor a rendőrt nem lehet mozgójárműhöz hívni, csak akkor meg kell állni, akkor le kell mindenkit szállítani, akkor már nyilvánéként az is leszáll, aki érintett, de vagy ha annyira vad a helyzet, akkor még inkább elindul egy ilyen eszkalációja a helyzetnek, és akadályozza a közösségi közlekedést. Mert a rendőr mozgójárművet nem keres. Eleve a rendőrre sokkal többet kell várni, mert van ezer más néha fontosabb dolga. Tehát az, hogy van egy önkormányzati rendész, aki bennül a BKK kék villogós autójában, nála van a futár. Ha azt mondják, hogy a 62-es villamos, 3-as forgalmi van a probléma, akkor ő azt tudja követni, hogy ez hol megy, és utol tudja érni, tud vele találkozni, oda tud menni intézkedni. Ennek van számos hozzáadott értéke, és egyébként nyilván nem ezt kritizálta senki, de egyébként például a beparkoló troli előtti autóknak a személy szabálysértési eljárás alávonását is így meg lehetne tenni. Mert a BKK nyilván, ha egy troli elakad, mert beparkolnak elé, vagy egy busz, vagy egy villamos, akkor 10 percen belül ott van a szirénás BKK-s autó, de ennek ellenére ma megúszta, aki ezt csinálja, mert a BKK-nak nincsen hatósági jogköre, nem tud szabálysértési eljárást indítani, tehát ha nincs ott önkormányzati rendész, akkor nem történik semmi. Tehát itt valójában én a Föri és a BKK intézményes együttműködésének a, hogy mondjam, definíciójaként használom ezt a BKK rendészetet. Köszönöm. Szerintem pár perc is jöhetnek az ilyen hallgatói kérdések is. Én még egy dolgot szeretnék már csak kérdezni. Beszéltél a programbemutatódon vonatokról is. Illetve van is a programodban erre vonatkozó része, lezárt Dunapart szakaszok. Ugye ezek azért, ez egy nehéz kérdés. Tehát itt van magánterület, van közmű, van minden. Van egy nagyon vicces sztori, engem felhívott egy csávó Újpestről, hogy van egy nagyon jó ajánlata, megtámogatja a kampányomat, egy nagyon fontos beruházást meg kell neki ígérnem, és megkérdeztem, mi az. És hát ő azt mondta, hogy a Tunsgram strand, amit mindenki követel vissza még a szocializmusból, annak a területén kéne egy akkumulátorgyár. És akkor így végig gondoltam, hogy jó, nem tudom, ez mondjuk 10 millió forint, nem lesz jó. Mit kezdenél ezekkel? Mondhatnád, hogy csak vicc volt. Igen. De csak aztán megépülne, tudod, és ez már nehéz, hogy hát magas lett, meg aksi is van. És... De viccnek indult. Szóval ezekkel a lezárt szakaszokkal, mert
bocs, még egy dolog. Nagyon sok esetben látom a fővárosi önkormányzaton, illetve láttam, mikor még itt dolgoztam a Tibi mellett a hivatalban, hogy egyszerűen szétfolynak a feladatok, és én ezt egy nagyon szétfolyós feladatnak látom, a Dunapart rendbetételét. Ugye ennek van vagyongazdálkodási eleme, területrendezési, városüzemeltetési, gazdasági. Hogyan terveznéd ezt? Hol látod Budapesten azt, hogy ezeket a projekteket el lehet indítani? Itt Újpesten kifejezetten sok olyan terület van, ami vagy elzárt, vagy rendezetlen, akár ott a Megyeri hídnál. Mit gondolsz erről? Egyrésztről szerintem a Tarlós-érának az egyik olyan pozitívuma, ahol tudott hatáskört szerezni a fővárosnak, az a Dunapart építési szabályzat létrehozása volt. Az, hogy a Dunapartokat speciálisan és a főváros egységesen lényegében a kerületi részérdekeket fölülírva tudja szabályozni, ez az ő mániája volt, és ezt el is érte a kormánynál. És szerintem ez egy fontos jogkör, amivel ez a főváros nem élt eléggé. Tehát azért itt van beavatkozási tér, csak erre akarom mondani. Nézd, én annak a híve vagyok, hogy legyen amennyire és ahol csak lehet végig sétálható a budapesti Dunapart. Ennek a belvárosi része, ami persze már az se teljesen belváros, az eléggé adja magát. Ugye lényegében a Duna Arénától a 13. kerületben, az úszó-VB helyszínétől van egy nagyjából összefüggő sétány le a Jászaig. Annak megcsináltuk az utolsó szakaszát, ott a, még én is benne voltam, aztán talán ez a ciklus fejezte be, ott sokan dolgoztunk rajta a Kossuth térig, ami elkészült. Aztán megszakad, és lényegében nincsen ma jó minőségű rakparti sétány a hétvégéket kivéve, amikor lezárják néha a pesti alsó rakparton, ezt szerintem meg kéne csinálni, egy összefüggő rakparti sétán. Ez is például, hogy nem sikerült ebben a 4,5 évben, erre semmilyen magyarázatom nincs, hiszen kész tervek voltak erre már 5-6 éve is. És ezt aztán folytatni kellene nyilván ott már felső rakparton végig a Dunaparton. Ennek szakaszai megvannak, szakaszai hiányoznak. És lényegében az atlétikai stadionnál épült egy új gyaloghíd, ami átvezet Cseperre, tehát még Észak-Cseperre, hogyha ott lenne egy közpark, vagy egyszer egy vidámpark akár, oda is át lehetne kötni, és a Kis Duna partján pedig ezt tovább lehetne vinni, nyilván ott ma teljesen bejárhatatlan, de az úgynevezett diákváros területen, tehát ha az ott fejlődik végig a Kis Duna partján, és le akár Pesterzsébet, Soroksár irányába. És ott még azért nagyjából közterületek is vannak. Itt Újpesten nehezebb, mert itt több a magánterület, ami leér a partra, de szerintem itt is először szabályozással, aztán szépen lassan, kivásárolva területeket, beavatkozva, ahogy ez egyébként a Balatonparton is kincskeservesen megy néhány önkormányzatnál, aki ezzel próbálkozik, el kell kezdenünk valahogy a part hozzáférhetőségét javítani. Azért néhány évvel ezelőtt erre, ahol most ülünk is, azt mondták volna, hogy ez lehetetlen, hogy ez itt legyen. Aztán mégis itt van, ebben szerintem van érdeme több korábbi újpesti vezetésnek, és 13. kerületének is biztos. Tehát ugye ez ez is egy szinte lehetetlen dolognak a megvalósulása, ahol most vagyunk. Tehát szerintem érdemes ezeket életbe tartani, és apránként menni előre. Én ebbe a Vajó munkáját nagyon sokra tartom. Ők az Árasszópartnál is csináltak egy ilyen projektet. Lényegében ők mentették meg a teljes leégéstől a fővárosnak ezeket a hétvégi rakpart lezárásait, hiszen ezeket a bútorokat és programokat ők hozták oda. Tehát szerintem velük lehetne együttműködni abban, hogy a külső kerületi Dunapartok is minél hozzáférhetőbbek legyenek. Köszönöm szépen. Én akartam még egy ilyen kört menni veletek, olyan béllakás építőset, hogy ki mennyire fideszes, tudod, és akkor ki bemondhatta volna. De ez nem fog megtörténni, mert nincs itt senki más. Akkor szerintem jöjjenek a nézői kérdések, illetve hogyha itt a média, ez tök jó, mert akkor megint megkérem Tripon Norbertet, hogy álljon ki vitára még a választás előtt, jusson, hol lezáll ez az üzenet, mondjon igent vagy nemet, csak történjen valami. És akkor kérdés. Várjál, mert ez nekem is csatlakozni kell. Én Szentkirályi Alexandrának tudom mondani, hogy őt is örömmel látjuk a vitára, azt a feltételt szabta, hogy csak ha Gyurcsány Ferenc is eljön, akkor én nem állok ennek ellen, hozhatja magával. Azt nem mondom, hogy kérem, de nem is vagyok ellene. És Karácsony Gergelynek is örülnék, hogyha nem minden héten új kifogást találnak ki, hogy miért nem áll ki egy főpolgármester jelölti vitára, hanem elfogadná akár az RTL, akár az ATV fölkérését, amit eddig nem fogadott el, és minél hamarabb tarthatnánk egy első főpolgármester jelölti vitát. A Partizánit talán elfogadtad, az még jóval arrébb van, és várjuk ki, hogy ott még milyen kifogások merülnek föl. Én nem ragaszkodom a köztévéhez, úgyhogy nyilván örülnék neki, de oda nem sokat hívnak, úgyhogy állok a főpolgármesteri vita elébe. Szuper. Tripon Norbert is hozhatja Gyurcsány Ferencet, ezzel sincs problémám, nekem sem. Kérdések, kézfeltétellel, kézrátétellel. Viszem én a mikrofont, jó? Hogy hallja mindenki.
Hello. Kovács Oliver vagyok. Szó volt arról a Totál Káros interjúban, hogy lehetne bevonzani tőkét külföldről akár, így hasonlóan a kutyárakhoz, csak értelmesebb célokra, és arra lennék kíváncsi, hogy ennek mennyi időbe telne, hogy ténylegesen lehetne belőle valamit csinálni, tehát hogy effektív pénz megjelenik. Egyesével? Igen. Egybe. Köszönöm. Udvardi André vagyok. És igen, Udvardi André vagyok, és igazából nekem inkább egy megjegyzésem van, felfedezésem, hogy szerintem a Partizán politikusokat csinál. Mert amikor önnel készült az első Partizán interjú, esze ágában sem volt, vagy legalábbis azt mondta, hogy polgármesternek induljon. És igazából Magyar Péterrel is ez történt. És Gulyás lám. Márton köpenyegéből bújtunk elő. És igen, a Gulyás Marci valami olyan fantasztikus ember, hogy két nagyszerű embert nagyjából így előállított nekünk. Nagy Ervinről ne is beszéljünk. De sorolhatnám, úgyhogy mi nagyon örülünk neki, csak valahogy ilyen érdekes összefüggések ezek. Ez csak egy megjegyzés volt. Olyan zavarba jöttem, hogy elfelejtettem, hogy mire lesz pénz, bocsánat. A külföldi igen. Mondani, és az iparűzési adó, azt lehetne növelni. Nézd, az a helyzet, hogy... Megvan. Az a helyzet, hogy brutálisan emelkedik egyébként az iparűzési adó bevétele a fővárosnak. Nyilván még jobban emelkedik, vagy brutálisan emelkedik, ebből a fővárosba kevesebb csapódik le, mint amennyi le kéne neki, mert a szolidaritási adót közben növeli a kormány és elvon. De valójában azért az történik, hogy van egy meredeken fölfelé ívelő gazdasági pálya, amiből mindig a kormány annyit levág, hogy ez reál értéken nagyjából stagnáljon. Ami persze nem helyes, de még így is egyébként 87%-kal nőtt a főváros szolidaritási adó utáni iparűzési adó bevétele az elmúlt 3 évben. Tehát van egy nagyon jelentős, ez imádni, az infláció is fűti, mert az iparűzési adó azért úgy működik, hogy bevétel alapon van, tehát az infláció hatással van rá, de az is látszik, hogy azért a budapesti gazdaság elég jól teljesít. Én szerintem ennek lehetne adni még egy löketet, hogyha a városvezetés kifejezetten koncentrálna arra, hogy olyan magas hozzáadott értékű, innovatív befektetéseket vonzon ide, amik aztán... Ugye pont az iparűzési adó úgy működik, amik aztán több iparűzési adót fizetnek, mert ugye az iparűzési adó úgy működik, hogy azok az átfolyó bevételek, hogyha mondjuk ide jön egy applikáció fejlesztő, és aztán Portugáliába vesznek tőle, letöltenek az abból, és ott bejön pénz, és azt egyébként egy itt dolgozó bármilyen fejlesztő csinálja, akkor annak az 2%-át beszedi iparűzési adóba a főváros és a kerületek. Tehát érdekünk van abba, hogy minél több ilyen típusú európai piacon jelenlevő magas hozzáadott értékű legyen az kutatásfejlesztés, mesterséges intelligencia, applikációfejlesztés, gyógyszeripar, bármi ilyesmi, minél több vállalkozást vonzunk ide, és ez van egy jó alapunk, mert itt működik ma Magyarország legjobb egyetemeinek zöme, itt tanul a felsőoktatási hallgatók közül minden második Magyarországon, van egy világszínvonalú orvos, állatorvos, gyógyszerész, mérnök, közgazdász képzésünk, és most nyilván kihagytam még sokakat, van egy versenyképes design egyetemünk, tehát bőven lenne mire építeni, én ma nem érzem, hogy ezzel igazán szervezetten bárki foglalkozna. A kormány meg kell hagyni, hogy a saját gazdaság politikai logikájával azért nagyon sokat tesz azért, és ez nem pozitív előjelen mondom feltétlenül, de nagyon sokat tesz azért, hogy a maga logikáján bevonjon külföldi tőkét, hiszen autógyár, akkumulátorgyár, mezőgazdasági fejlesztések, de most akármit is gondolunk ezekről, ezek vidékfókuszúak, ezek termelési fókuszúak, vidékfókuszúak és a vidéki munkaerőre fókuszálnak. Budapesten nyilván nem termelési fókuszú tőkebevonásra, hanem szellemi, magas hozzáadott értékű tőkebevonásra lenne szükség. Én nem gondolom, hogy ez Budapest helyett a kormány el fogja végezni, ez Budapestnek saját magának kell elvégezni. Tehát azt a típusú munkát, amit, hogy mondjam, akármit is gondolunk az akkumulátorgyárakról, de ha valakinek eszébe jut a világ bármely pontján, hogy létesítsen ilyet, akkor Szijjártó Péter emberei másnap ott ülnek a folyosóján, és megpróbálják meggyőzni, hogy ezt Magyarországra hozza, vagy autógyár, vagy teljesen mindegy mi. Ezt a típusú munkát ma Budapest nem végzi el a saját, maga számára fontos iparágakban.
Szóval ez teljesen világos, hogy ez a cél, hogy ne akkumulátorgyárat építsünk, hanem magas hozzáadott érték legyen. Viszont nekem arra vonatkozna a kérdésem, hogy ez a plusz befektetett munka mennyi idő alatt tud realizálódni. Szerintem tehát, hogy cikluson belül már látszódna ennek eredménye. Éppen, hogy talán, szerintem. Tehát körülbelül én azt gondolom, hogy mire meg lehet arról győzni bármilyen ilyen típusú befektetőt, hogy idehozzon Budapestre egy, mondjuk egy fejlesztőközpontot, mire az el is döntik, létre is jön, és annak még adóbevétel hatása is van, azt szerintem alsó hangon 5 év. Tehát szerintem az első eredményei talán a ciklusban, de hát ez olyan dolog, hogy csinálni kell, és majd aztán termőre fordul. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy Budapest eldöntheti egyedül, hogy milyen befektető jön Magyarországra, vagy ez feltétlenül a kormány irányítja? Hát vállalkozás szabadság van az Európai Unióban, tehát mint ilyen ezt az dönti el, aki idejön. Ugye a kérdés abból a szempontból fontos, hogy a kormány ugye ösztönzőket használ, és különböző adókedvezményeket ad ezeknek a nagy ide települő cégeknek. Nyilván e tekintetben kevesebb mozgástere van egyrészt egy városvezetésnek, tud egyébként valamennyi ilyen kedvezményt adni, de nem sokat. De azért azt is gondolom, hogy ha azt a munkát elvégezzük, hogy már ezeket fölhajtjuk a magunk budapesti logikája szerint, és azok ténylegesen hoznak ide gazdasági erőt, én nem hiszem, hogy a végén a kormány utána ebben lenne partner. Ő magától nem fogja ezt elvégezni, de hogy ebben se lenne partner, én azért azt nem gondolom, és ha megnézzük mondjuk Szeged példáját, Szeged nagyon aktívan foglalkozik ezzel a Szegedi Egyetemre alapozva, és ott azért ezekben az ügyekben Botka László és a kormány között van együttműködés. Tehát szerintem vannak olyan minták, amiket ebben tudnánk követni. Jó, közben majdnem nem tartottam be egy ígéretem, mert most pedig még nem is vagyok polgármester. Ugye az úr ide jött, és nem emlékszem, valahogy úgy fogalmazott, hogy bicikli utak. Úgyhogy én ezt most megkérdezem, hogy bicikli utak hova mennek. De beszéljünk amúgy bicikli utakról. Ez tök érdekes, mert szerintem ebbe egy csomó ellenzéki önkormányzat valóban tudott előrelépni. És persze volt az a része is, amit például a körút, ami számomra értelmezhetetlen, tehát oda szerintem, bárkit meghallgattam, akár szakmai, akár érzelmi alapon, oda vagy beengeded az autókat, vagy nem, de az, hogy bicikli és autó is egy-egy sávban, ez így nem fenntartható hosszú távon, ez az egyik. Másrészt kerületi példákat tudsz-e mondani, amik szerinted jók, amik rosszak? Ha ez volt az úr kérdése azzal, hogy bicikli utak. Hát ugye a sehonnan, sehova nem vezető bicikli utak problémáját hozta föl. És szerintem az valóban egy probléma, hogy ugye Karácsony Gergely szerintem ebben egy ilyen vegyes helyzetbe került, ahol nagyon sok konfliktust fölvállalt mondjuk úgy az autósokkal, de az a fajta hálózatosodás nem sikerült ennek ellenére sem, ami az áttörést a kerékpárosok számába behozta volna. Tehát ami áttörés mondjuk Párizsba végbe ment, hogy tényleg meg 10-szereződött a kerékpárosok száma, és szó szerint néhány év alatt kerékpáros dugók vannak még novemberben is, ami azt jelenti, hogy egy biciklivel egy belvárosi csomópontnál harmadik, negyedik lámpaváltásra tudsz átmenni, mert akkor a biciklis tömeg van, hogy egyszerűen, ahogy az autóknál megszoktuk, nem érsz oda a lámpaváltásokra. Na most ez azért nem következett be Budapesten. Valamekkora növekedés volt, ez eltagadhatatlan, de áttörés nem volt. Tehát az a fajta politikai legitimációs környezet nem jött létre, aminek létre kellett volna, ezért aztán egy elbátortalanodás történt, és a félmegoldások is úgy maradtak, mert azért lássuk, az Ülői vagy a Nagykörút azért az egy félmegoldás, ahogy elkészült. És ugye a félmegoldások aztán tényleg mindennek a halála, mert a politikai konfliktus létrejön, a haszon nincs meg, és az egész egy ilyen posványá változik. Én ezt látom ebbe a budapesti kerékpáros sztoriba, nem elvitatva azt, hogy vannak értékes dolgok, meg születtek jó dolgok is. De a nagy hálózati elemek kapcsán én ezt látom. Szerintem ebben kell venni egy nagyobb levegőt, meg kell csinálni rendesen az Üllőit és a Vácit kiemelt szegéllyel, normálisan megcsinálva. Meg kell csinálni több hálózati hiányt, például a Rákóczi úti főtengelyt, amit én nagyon hiányolok. A külső kerületekben is kell pótolni hiányokat. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy az egyik legjobb ilyen lépést itt azért akár a Fótin, akár a Görgeinek a felújításával tettünk ilyen lépéseket Budapesten. Újpesten talán elsőként, amikor a BKK-t vezettem. De nyilván itt is lehetne ezt folytatni. Tehát szerintem hálózatosítani kell minél jobban, mert akármilyen jó egy kerékpárút, hogyha utána egy ilyen darálóba végződik egy olyan csomópontba, ahol a kerékpáros azt érzi, hogy itt levették rólam a kezüket, egyedül vagyok hagyva, akkor annak komoly távoltartó ereje tud lenni. És szerintem nagyon sok ilyen helyzet van ma a hálózaton.
Kérdések? Peti. Peti János. Hölgy. Igen, ugye említetted ugye a fővárosi vagy BKV rendészetnek a tervét, meg hogy ugye fel lennének úgy készítve, hogy jobban tudják kezelni az olyan eseteket, ami ugye nem bűnügyi, hanem inkább fejben problémás emberek, hogy egy főpolgármester vagy egy közgyűlés mennyire tud nyomást gyakorolni. Ugye a teljes rendőrségre, hogy esetleg őket is készítsék, annyi, hogy nem túl, hogy nem fővárosi adat, hanem országos, hogy milyen lehetőség van nyomásgyakorlás, hogy ők is kapjanak ilyen felkészítést. Szerintem a nyomásgyakorlásra ebben a megfogalmazásban nem sok, de az együttműködésre van. Nekem azért az a tapasztalatom a BRFK-val, hogy rengeteg értékes és jó ember dolgozik ott, de őrült kapacitás hiány van, tehát nagyon nagy felelőssége van abban a mindenkori városvezetésnek, hogy milyen prioritások mentén és hogy tud velük együtt dolgozni. Itt szerintem a közlekedés biztonság terén is sok keresnivalónk lesz. Ugye nagyon sok olyan dolog van, ahol például, ha a beruházást elvégzi a főváros, akkor automatizált ellenőrzésre a rendőrségnek van egyedüli felhatalmazása. Akár piros lámpán való áthajtás, akár trafipaxok terén szerintem lehetne előrelépni, a buszsávfigyelés terén is lehetne előrelépni. Tehát én abban hiszek, hogy az ilyen típusú közlekedési szabálysértéseknél minél inkább digitalizálni és automatizálni kell az ellenőrzést, és itt a főváros csak partner tud lenni, de a rendőrség hatáskörei elsődlegesek, ez az egyes pont. Ami pedig mondok még egy másik témát, én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy el kell tüntetni a hiéna taxizás Budapesten. Tehát hogy, ugye ebbe tettünk nagy lépéseket, de nem elegendően nagyokat. Szerintem az, hogy ma előfordul az pályaudvaroknál, hogyha magyarul beszélsz, nem engednek beülni a taxiba, mert nem tudnak lehúzni. Az, hogy ha a buli negyedbe kicsit részegebben beülsz egy taxiba, és nem figyelsz oda eléggé, akkor véletlenül 10-szer annyit fognak a kártyaterminálba beütni. Tehát ezek a fajta jelenségek ellen föl kell lépni. Én nagyon szeretném azt, hogyha a hiéna taxizás ellen egy lényegben kommandót tudnánk létrehozni a rendőrséggel, BKK-val közösen, és ezt a jelenséget végre felszámolnánk a 21. század Budapestjén. Tehát szerintem nagyon is van helye ilyen fókusznak, és akár a BKK rendészet és a rendőrség között is egy szorosabb együttműködést én el tudnék képzelni olyan esetekben, amikor rendőri beavatkozásra van szükség. Köszönöm. Kérdés? Köszönöm szépen, Méhész Dóra, és a P+R parkolóval kapcsolatban van olyan kérdésem, hogy Újpesten van-e tervezve, és ha igen, akkor az R része az hol csatlakozik, tehát hogy mihez csatlakozik majd, illetve hogy azon kívül, mert hogy azt így olvastam csoportokban, hogy problémát okoz az, hogy ugye itt parkolnak az agglomerációból jövők, és a helyieknek nem jut hely, hogy valamilyen fizikai megoldás, tehát nem arra gondolok, hogy fizetősek legyenek az övezetek, de hogy lesz-e valahol nekik kialakítva olyan hely, amit ők is szívesen használnak, és nem azt mondják, hogy én maradok a kocsiban, mert innen macerás a tömegközlekedés. Ugye, hagyj kezdjem onnan, hogy a P+R jó helye az mindig a lehető legközelebb, a lakóhelyedhez legközelebbi kötött pályánál lenne. Ez az agglomerációs lakók esetében célszerűen mondjuk Dunakeszi vagy Vác, vagy Veresegyház, vagy és így tovább. Ugye ott egy ilyen nagy P+R és vasútfejlesztési programunk volt, ezt Lázár János a jól ismert listájának részeként szintén leállította és lehúzta. Én remélem, hogy ez egyszer újraindul, mert szerintem az agglomerációba kéne igazán, az északpesti agglomerációba kéne igazán P+R kapacitást fejleszteni. Ami a belső területeket illeti, Káposztásmegyerre van egy intermodális csomópont terv, ami a metró esetén is működhet meg, ha csak vasúti megálló van akkor is. Abban van P+R bővítés tervem. Van egy kész terv arra, ami talán egyszer meg is valósulhat, ahogy Rákospalota-Újpest vasútállomásnak a korszerűsítése megtörténjen. Ezt még mit csináltuk a BFK-ba, sajnos ott a 15. kerületi DK-s önkormányzat ezt mindenféle pereskedéssel akadályozza, de annak is része egy új parkolóház Rákospalota-Újpestnél. Tehát szerintem lenne ilyeneknek helye és szükség is. Azért azt gondolom, ez lehet, hogy nem lesz egy népszerű mondat, de én azért inkább a saját szakmaiságon felől közelítek, hogy azért az olyan helyszíneken, ahol lakótelepeken, lakóterületeken van tipikusan P+R jellegű parkolás, ott azért nem ördögtől való az, hogyha nem is a fizető parkolásnak azt a formáját, ahol óradíj van, de legalább azt, ahol van egy maximalizált óraszám, tehát magyarul az egész napra ott hagyott autók lehetősége az nincs meg, és ezzel védve vannak az ott élő vagy az oda vásárolni járó emberek, ennek azért lenne helye az összes metró végállomás környékén, így Újpesten is. Kérdések?
Mató János, ELTE AEK politológia BM. És a három kérdésem is lenne, az első az szakmai, a másik kettő pedig politikai jellegűbb inkább. A nyugati csomópont, a nyugati pályaudvarnál levő csomópont, én arra fele járok nagyon sokat, és állandóan dugóban van, azt vettem észre, hogy a felüljáró általában dugig van, és onnantól kezdve, amint az Alkotmány utcát elhagyja a Balcsi-Zsilinszky sugárút, gyakorlatilag onnantól kezdve üres, nincsen kihasználva. Ezt vélhetően még jobban megfejelni ezt a problémát azon a szűk keresztmetszeten a villamosnak a kialakítása, a villamosvonalnak a kialakítása, józan parasztészem szerint. Mi lenne ennek a megoldása, annak a csomópontnak ahhoz, hogy ott tényleg át lehessen ereszteni a forgalmat, és innentől kezdve ez egy újpesti ügy is, hiszen azon keresztül, a csomóponton keresztül jutnak be a belvárosba az autók. Mi arra a megoldása esetleg? Egyesével? Ez a szakpolitikai egyetlen egy kérdés, bocsánat. Hát ugye ennek a villamosnak a terve, az terve ez a nyugati pályaudvar előtti közúti felüljáró lebontásával is, ami óhatatlanul azt fogja okozni, hogy eleve kiebb helyezi ezt a közúti szűk keresztmetszetet, tehát a Bajcsin nem okozna ezt gondot. Inkább a Vácira csoportosítaná ez át. Nyilván az is egy kérdés, hogy ennek hol van a jó helye, vagy hogy mondjam, hol van a jó kapuzási pont a Vácin, valószínűleg még kiebb az irodazónában valahol a külső Váci úton. De a lényeg az az, hogy az a dugó, ami ma a Deák és az Alkotmány között van, leginkább a Bazilika előtt, az mindenképp kiebb kerülne azáltal, hogyha a felüljáró lebontásra kerül. Szóba került a DK és az MSZP között felosztott BKK és BKV-nek a kérdése is. Ez ugye gyakorlatilag egy koalíció kényszerből adódik, egy politikai szituációból. Valamilyen szinten ott a fővárosban hát hasonló helyzet, politikai helyzet állhat elő, amikor ugye 4-6 nagyobb politikai tömb uralja majd a főpolgármesteri vagy a városi politikát. Hogyan nem lesz ebből egy hasonló módon egy ilyen felosztásos politika, és hogyan érvényesülhet a szakpolitikai nézőpont egy ilyen közegben is, akár hogyha ön főpolgármester lesz, akár hogyha esetleg csak a közgyűlésbe ül be. Milyen politikát lehet ez esetben célszerűnek? Szerintem a szocikat, a BKV-tal, ahogy a micimackót a csuporttól, nem? Tehát ez egy egyszerűbb kérdés. A kutyapárt álláspontját már ismerjük, az enyém sem nagyon különböző. Tehát azt tudom mondani, hogy nyilván előállhat egy olyan fővárosi közgyűlés, ahol mindenkinek kompromisszumokat kell tenni azért, hogy a városért tenni lehessen. Én ezt nem zárom ki. De azért vannak határok. Tehát ugye Karácsony Gergely listáján most éppen ma írtam erről, Hagyó Miklós volt kabinetfőnöke is helyet kapott, aki hát ugye Hagyó Miklós, ha még itt a fiatalabbak nem emlékeznek rá, ő volt annak a városházi bűnszervezetnek a feje, amelyik a BKV, vagy hát egyik elítéltje, aki a BKV körüli tucatnyi korrupciós ügyben érintett volt. De most amikor ezek a korrupciós ügyek zajlottak, akkor aki a kabinetfőnöke volt, ő most Karácsony Gergely listáján szerepel az összefogás és a szeretet jegyében. Tehát most amellett, hogy mondjuk Horváth Csaba több korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított zuglói polgármester is ott van. Tehát, hogy persze, ugye azt szoktam mondani mindig Karácsony Gergely, hogy az ő megválasztásával eljött a hatalom emberei helyett az emberek hatalma, ez az unásig ismételt mondata, de hát én nem hiszem, hogy az emberek a vállukon szerették volna a Városházára bevinni Draskovics Tibort, vagy Horváth Csabát, vagy Hagyó Miklós teljes kabinetjét. Tehát azért itt van egy árnyalati különbség a valóság és a Duma között. Tehát én azt gondolom, hogy ebben azoknak az erőknek, akik újként kerülnek be a közgyűlésbe, muszáj lesz húzni egy elég jelentős piros vonalat, és én meglepődnék, hogyha a kutyák nem így állnának ehhez hozzá. Egész biztos vagyok benne, hogy mi így fogunk hozzáállni, és őszintén szólva, mivel mondjuk a Tisza egy új szereplőként, de 26-os országos ambíciókkal kerül be, én nagyon meglepődnék, hogyha ők nem így állnának hozzá. És ha ezek azért elég nagy frakciók lesznek, akkor azt gondolom, hogy érdemben lehet változtatni ezen a mostani fölálláson. Tehát, hogyha jól értem, akkor Draskovicsék problémáját így megkerülné azzal, hogy egy nagyobb koalíciós tömb jönne létre, gyakorlatilag arra számít, hogy esetleg a Tisza kutyapárt LMP 3-asból egy ilyet össze lehet állítani? Hát én arra utaltam, igen, hogy azok az új szereplők, akik megjelennek a közgyűlésbe, ők egy nagyon jelentős súlyt fognak képviselni. Most hagyjuk is, hogy a közvéleménykutatások szerint mekkorát, de azért elég sok olyan kutatás van, ami azt mondja, hogy mondjuk ez a tömb így együtt, amit nem biztos, hogy össze lehet hozni, nincs ilyen megállapodás se köztünk, se a végképp a Tisztával, őket én nem is ismerem, de
de ha esetleg ezt össze lehet hozni, akkor egyébként ez az új szereplőkből, mind a Fideszt, mind a DK-t elutasító szereplőkből álló tömb, az ma nagyobb minden kutatásban, mint akár a Fidesz, akár a DK-MSZ kötőjel P. Ez pedig azért egy elég jelentős, azt gondolom, változást mutat az eddigi fővárosi politikába, és én azt is gondolom, hogy egy ilyen szituációban többséget teremteni a három főpolgármester jelölt közül, nekem van a legnagyobb esélyem. És akkor a DK, illetve a Fidesz ellenébe, tehát velük nem működne együtt, hanem inkább a maradék szereplőkkel szeretne, ha jól értem. Hát itt nyilván preferencialisták vannak, de hogy azért a valóság mindig az, hogy a közgyűlés, az főleg egy ilyen listás rendszerben az a választók közös bölcsességének a lenyomata lesz. Tehát ha valakit megválasztanak főpolgármesternek, akkor azért arra szerződik arra az 5 évre a budapestiekkel, hogy működteti ezt a várost. Tehát többséget kell építeni. Nyilván ideális lenne egy olyan helyzet, ahol ebben nem kell a régi idők nagy erőivel együttműködni, de ha ez elkerülhetetlen, akkor nyilván ügyek mentén, és nem rossz alkuk mentén, de a többséget létre kell hozni, ezt én létre is fogom hozni, hogyha főpolgármester leszek. Csak még egy gondolat, tehát, hogy azért a nyilvánosságnak mindig ereje van. Tehát, hogyha azt mondják a szocik, meg a tüttőkat, hogy ők ragaszkodnak a BKV-hoz, meg kell mondani, hogy azért nem működik a város, mert Mici Mackó nem hajlandó a csuprot lerakni 5 évre. És tényleg, tehát a karácsonyban is, ha megnézed, ott egy dolog hiányzott, de végig, hogy felrúgja az asztalt egyszer belül. Ez nem történt meg, és ha felrúgod az asztalt, annak ereje van, és azt látni fogják az emberek. Még jó, hogy nem. Aki zuglói polgármesterségből, már nehéz felrúgni az asztalt utána. Ha Karácsony Gergő, akkor rátérek az utolsó kérdésemre, és be is fejeztem, és köszönöm. Mennyire számon kérhető Karácsony Gergelyen a elmaradt fejlesztések az utóbbi 5 évből, hogyha közben azt látjuk, hogy az önkormányzatokat szisztematikusan, ugye legalábbis az ellenzék narratívája szerint folytja meg a kormányzati politika, a forráselvonások történnek. Ebbe ez hogyan nem érinteni mondjuk egy vitézi féle Budapestet? Én egyetlen sok 10 milliárdos beruházásnak kérek számon Karácsony Gergelyen. Én olyan beruházásokat kérek számon, amikről azt állítom, hogy a főváros mai anyagi lehetőségei mellett is meg tudná csinálni. Tehát az, hogy a Városháza parkolója ne egy murvás parkoló legyen 4,5 évig, ahol a szocik parkolnak, hanem ott megcsinálja azt a parkot, ami a legfőbb választási ígérete volt. A beiktatási beszédében ezt ígérte. Azért zöldíteni a Városháza udvarát, na ennyi pénz azért van a majdnem 1 milliárd eurónyi bevételből gazdálkodó fővárosnak. Azért a rakparton egy összefüggő sétányt létrehozni, ez reális lett volna. A Bajcsy-Zsilinszky úti villamost megtervezni, és nem csak Facebookon posztolni róla, ennyi pénze volt a fővárosi önkormányzatnak, és még hosszasan sorolhatnám. Tehát én olyan dolgokat kérek számon Karácsony Gergely elmaradt ígéreteiben, amikről azt is állítom, hogy erre lett volna mozgástere. Azt, hogy a 3-as metrót miért nem hosszabbította meg Káposztásmegyerig, azt nem kérem rajta számon. Ez teljes mértékben igaz, viszont attól függetlenül, hogy vannak olyan kérdések, amiket felvet, mint a Mini Maxi Dubajnak a kérdése, vagy a alapból gépjármű alapú közlekedés politikája a kormányzatnak, amelyekben úgy tűnik, hogy szembe megy a kormányzati gondolkodásmóddal legalábbis. Felül tudná ezt írni főpolgármesterként, illetve milyen módokon tudná felülírni ezt a politikát, vagy elérni azt, hogy másfajta legyen? Ez két nagyon eltérő kérdés. Az, hogy az Alexandra szavazói mennyire autópártiak, hát itt kerékpáros kérdésekben jelentek meg ma is, úgyhogy azért azt gondolom, hogy ez az autósüldözés narratíva azért valójában nem annyira erős. Mármint, hogy így értem, hogy a Metropol címlapján erős, de azért, ha megnézzük a szavazási magatartást, akkor a Budapest mobilitási tervet, ami a főváros átfogó közlekedés politikai koncepciója, azt pedig 3-szor kellett róla szavazni a közgyűlésnek, még az elsőt én nyújtottam be 14-ben, aztán volt egy szavazás valamikor 18 körül, egy pedig 23-ba talán. Mind a háromban mindkét nagy oldal együtt szavazott. És abban az van benne, hogy a mai 65 körülről 80%-ra kell emelni a fenntartható közlekedési módok arányát, tehát ennyivel csökkenteni kell az autózás részarányát Budapesten. Ezt a célkitűzést tartalmazza. Tehát én azt gondolom, hogy a nagy policy célok kapcsán azért van egy viszonylagos, egy nagy egyetértés a városban. Az, hogy aztán mennyit merünk ebből megcsinálni, és mennyi történik valójában, egy része pénzkérdés, a nagy kötött pályás beruházások, oké, ott aztán van Lázár, Vidék, Budapest, ezernyi vita rajta, és a kisebbekben pedig ott inkább egy bátorság és képesség kérdés merül föl.
A Maxi Dubaj az egy teljesen másik kérdés, ott ugye az a kérdés, és ugye a kínai reptéri gyorsvasút, amiről tegnap megállapodott Xi Jinping és Orbán Viktor a híradások szerint, az is ilyen téma. Itt ugye a helyzet azért úgy fest, hogy ha a kétharmados hatalom holnap úgy döntene, hogy nincs főpolgármester és nincs főváros, akkor ezt kettő nap alatt lehetne egy egyéni képviselő indítványtól szavazáson keresztül végigvinni a parlamenten. És nyilván ilyen nem történt, és én remélem, hogy nem is fog, de nyilván jogi eszköz az, tehát hogy mondjam, a Joker az mindig ott van a kétharmad kezében, ez a helyzet. Ugyanakkor politikai megoldások pedig mindig vannak, és azért mindig számít a nyilvánosság ereje, hogy az előző válaszban Dávid is utalt rá. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben nagyon fontos az, hogy kitartóan, konzekvensen és alaposan alternatívát mutassunk. Akár a Maxi Dubajnak felmutassuk, hogy ez Bécsben hogy történne, vagy Varsóban hogy történne egy ilyen rozsdavezet fejlesztése, ahogy én erről az előbb beszéltem is. Ugyanígy a reptéri vasútnál is megtegyük ezt az alternatívát. Csak ki kell mondanom, hogy vasút és jön egy vonat. Tehát a reptéri vasút esetében is felmutassuk ezt az alternatívát, és így tovább. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy... És aztán előbb-utóbb lesznek rések a pajzson. Most nem csak politikailag, lehet, hogy az is lesz. Azért lesz 26-ban is parlamenti választás, és így tovább. Lesznek rések a pajzson, de minden ilyen projekt kap gellert, lesznek nehézségek, létrejönnek alkuhelyzetek. Tehát ha kellően szakmai alapon és kitartóan képviseli a városvezetés azt, hogy mi lenne a helyes, akkor előbb-utóbb lehet, hogy át lehet vinni. Én ezt tudnám és fogom is képviselni ezekben az ügyekben. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés. Miksa. Nekem ahhoz kapcsolatban lenne kérdésem, hogy mi a véleményed az arról az ilyen dizájnról, amikor egy parkban például a padokat úgy csinálják meg, hogy ne az átlag használó komfortja legyen maximalizálva, hanem inkább ez a komfortot csökkentik, hogy biztosan menjenek, hogy hajléktalanok nem fognak ott aludni, vagy valami hasonló történik. Általánosságban azt gondolom, hogy a dizájn szerepe és annak az elismertsége a várospolitikában sokkal kisebb, mint kéne és lehetne, és ahhoz képest egyébként az ország legjobb design oktató intézménye itt működik, service designban is, és formatervezésben is, és ipari tervezésben is a városunkban, akár a MOMÉ-ra, akár a BME gépészkarra, ha gondolunk, vagy akár az építészkarra is, ha gondolunk. Ezt nem használjuk ki eléggé, nem kísérletezünk vele eleget, nem hozzuk ki a kortárs design eszköztárából azt, amit lehetne. Most egy apró példát hagyd mondjak, azok a zöld kukák, amikkel tele van Budapest, ezeket Ausztriában gyártják. Most tényleg Magyarországon erre nem vagyunk képesek 30 éve, hogy egy köztéri kuka dizájnt kitaláljunk, ami nem egy osztrák import kuka, és lecseréljük. Én tudom, hogy ez hogy alakult ki már, talán mindegy is, az is valahol ott a Mici Mackó környékén kell keresni, de ez itt, és például akkor lehetne akár az is, hogy ez benne is van a programomban, hogy a köztéri kukák lehetnének szelektívek. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben az ügyekben lehetne sokkal többet tenni. Én nem vagyok az ilyen ellenséges építészet, vagy ellenséges dizájn, hogy így hívják ezt magyarul, ugye hostile architecture-nek hívja az angol. Ennek én nem vagyok híve. Nyilván azért azt a dizájnnal el lehet érni, hogy azért egy hely ne legyen arra hívogató, hogy feltétlenül, hogy mondjam, kizárólag alvásra használják a köztéri butort. Tehát nyilván azért ennek vannak finomabb dizájn eszközei is, mint ahogy ma ezeket kezelik. De az is biztos, hogy erre a problémára egyébként pedig nem, ahogy erről már beszélt a Dávid, nem dizájn megoldás van. De most azért beszéltem kicsit tágabban, mert messze nem csak a padok, hanem rengeteg más tereptárgyunk kapcsán az, hogy minőségi dizájn legyen ebben a városban, és azt a tudást, amit egyébként képzünk ebben a városban, azt a város szolgálatába állítsuk minél jobban, ebben szerintem óriási tartalék van. És rengeteg olyan város Európában, amit imádunk, szeretünk, felnézünk, az ezt pontosan érti, és a megfelelő polcra, a megfelelő rangra helyezi. Most elég, ha csak a Transport for London dizájn nyelvezetére és annak az erejére gondolunk, hogy csak az egyik legismertebb példát mondjam. Hát akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy érkeztél hozzánk. Azért ez egy tök jó dolog, hogy egy főpolgármester jelölt itt volt, és velünk töltött 2 órát majdnem. Sőt, ez lesz is 2 óra, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Mi köszönjük.
Újpestiek, ha itt vagytok, pályázatok a részvételi költségvetésen, közösségi költségvetésen minimum 100 ezer forintért tudtok pályázni, maximum 500 ezer forintra. Ez május 15-ig van nyitva ez a pályázat, és az ötleteket meg fogjuk szavaztatni online, úgyhogy ne hagyjátok ki, hiszen ezt is mi csináljuk meg az önkormányzat helyett. Köszönjük, hogy eljöttetek, sajtónak is, mindenkinek. Sziasztok!